is a Péter mellett is. Persze. Jó. Még vegyél le. Még vegyél le, majd. Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindenekelőtt a Pécsváradi Városi TV nézőit, akik élő egyenes adásba követhetik figyelemmel otthon a képernyők előtt a műsorunkat. És egyben nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a művelődési házba azt a nagyon sok-sok érdeklődőt, aki megtisztelt bennünket, és eljött ide hozzánk, hogy itt személyesen követhesse nyomon azt a közel 2,5-3 órás vitát, amire most az elkövetkező percekben sor kerül. És hát természetesen ugyanilyen szeretettel köszöntöm a mai este két főszereplőjét. Mindenekelőtt dr. Bíró Ferenc polgármester urat, Pécsváradváros jelenlegi polgármesterét. És köszöntöm Zádori János urat, pécsváradi vállalkozót, aki polgármester úr kihívójaként ül itt ma önök előtt, illetve a Városi TV kamerája előtt. Ez egy rendhagyó műsor, hiszen ilyenre csak 4 évente kerül sor, amikor egymásnak feszülnek majd az érdekek és ellentétek, és két polgármester jelölt itt a kamera előtt fog reményeink szerint minél érdekesebb és izgalmasabb meccset vívni egymással. Egy picit engedjék meg, hogy beszéljek a játékszabályokról. A két jelölttel előzetesen megegyeztünk abba, hogy a ma este folyamán összesen mind a kettőjüknek egy-egy óra áll rendelkezésére. Tehát egy órában beszélhetnek, mint látható, ott előttük egy-egy sakkórán fogjuk majd az időt mérni, de mivel bízunk benne, hogy elég izgatottak lesznek, és előfordulhat az, hogy elfelejtik az idejüket elindítani és megállítani, bebiztosítottuk magunkat, én nálam is lesz egy-egy stopper, az egyikre ráírtam, hogy Bíró Ferenc, a másikra ráírtam, hogy Zádori János, és én is mérni fogom majd az idejüket. Lehet, hogy én fogom elrontani, tehát ennek minden esélye megvan. Én legalább annyira izgulok egyébként, mint ők. Tehát összesen egy-egy órá rendelkezésükre, és ez az egy órát kell felhasználniuk arra, hogy bemutatkozzanak, bemutassák a programjukat, illetve majd az önök, valamint az előre feltett kérdésekre válaszoljanak. Nem véletlenül említettem a kérdéseket, érkezett néhány kérdés itt a művelődési házba elhelyezett gyűjtőládába bedobva, ezeket majd szépen sorba fel fogjuk tenni nekik, és hát természetesen itt majd önök is kérdezhetnek, majd a sorrendet meg fogjuk állapítani. Mindenki olyan időtartamban válaszol a kérdésre, amilyen időtartamban azt jónak látja, illetve szeretné, de ez természetesen az egy óra ideje terhére fog menni. És hát természetesen, hogyha valaki a választ követően úgy gondol, hogy a másik válaszára reagálni kívánna, erre is megadjuk a módot, de ez mind-mind az egy óra terhére megy, tehát úgy gondolom, hogy a játékszabályok eléggé feszesek, tehát őnekik tartani kell magukat az egy órához, ezt azért is találtuk ki, hogy ne kelljen este 11 óráig itt ücsörögnünk, és hát reméljük, hogy ebbe az elkövetkező 2,5-3 órában majd el fogják tudni önök dönteni, hogy október 12-én kinek a neve mellé húzzák oda azt a bizonyos X-et. Én most nem is szeretném tovább szaporítani a szót, majd menet közben lehet, hogy még néhány dolog eszembe jut, akkor erről majd tájékoztatni fogom önöket. Arra biztatom a jelenlévőket, hogy gyűjtsék a kérdéseiket, és majd, amikor sor kerül rá, akkor tegyék fel a jelölteknek. A megszólalás sorrendjét előzetesen kisorsoltuk, a szerencse ezúttal dr. Bíró Ferencnek kedvezett, tehát ő fog majd először megszólalni, és akkor én azt gondolom, hogy el is kezdhetjük. A polgármester úr, dr. Bíró urat arra kérem, hogy indítsa az időt, és kezdje el mondani. A jelölteket pillanat arra kérem, hogy az első, tehát az elején lehet, akkor majd mutatkozzanak be, illetve hát egy pár szóba beszélnek a programjukról, de természetesen rájuk van bízva, hogy miről szeretnének beszélni. Tehát óra indul, és kezdődjön a ma esti show. Dr. Bíró Ferencia szó. Nem volt ekkora érdeklődés.
Ja, bocsánat. A rendszerváltást kivéve ilyen érdeklődés választásról. Én ezt köszönöm, mert nagyon rossz érzés lenne, ha most itt egyedül ülnék, vagy öten ülnénk, így azt hiszem sokkal izgalmasabb lesz. Magamról annyit, hogy 38 éve élek itt, ebből 32 évet orvosként, háziorvosként szolgáltam önöket, és 7 éve vagyok polgármesterük, Zsáli János után. Hogy miért, sokan fölteszik a kérdést, és teljes joggal, hogy miért akarok harmadszorra is indulni, és ez egy abszolút jogos kérdésnek érzem. A korom is már megvan hozzá ebben, hogy nyugdíjba vonuljak, de mégis úgy gondolom, hogy nem ez a fontos. A szolgálata fontos, és most úgy gondolom, hogy Pécsvárad életében az elmúlt 4 éves ciklusban egy nagyon nagy fejlődés indult meg, és ha valaki ismeri a mostani fejlődési rendszereket, a pályázatok rendszerét, akkor azt tudja nagyon jól, hogy ez egy folyamatosan, egy időperiódus alatt, amit az Európai Unió biztosít számunkra, fölzárkózási periódus alatt zajlik le. Azt is tudni kell, hogy amikor egy polgármester vagy egy testület gyakorlatilag megkezdi a munkáját, akkor nagyon hosszú idő az, amíg kiépít egy megfelelő működési rendet a testület, illetve a polgármester egy kapcsolatrendszert, amely kapcsolatrendszer, hogyha folyamatos marad, az a településnek jó. Én úgy gondolom, hogy ez az egyetlen egy szempont, ami engem vezérelt. Az a kapcsolatrendszer, ami 4 éve működik, vagy előtte is, az gyakorlatilag 1,4 milliárd forint beruházási pénzt hozott, és higgyék el, hogy ez nem túlzás, pályázatok révén Pécsváradra. Én úgy gondolom, hogy ezért ez a fő motivációm, ne szakadjon meg ez a periódus, ne legyen egy holt 2-3 év, amíg gyakorlatilag a pályázatokban eredményesen tudunk esetlegesen szerepelni, hanem gyakorlatilag ez legyen egy folyamat, mert hiszen Pécsvárad ebből nagyon sokat profitálhat. Ez az egyetlen motivációm. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 7 évben tisztességgel tudtam szolgálni önöket, még akkor is, hogyha ezt megkérdőjelezi egy politikai párt, és olyanokat ír, hogy a programjában, hogy meg kell szüntetni a korrupciót és a mutyit. Hát ezt majd meg kell magyarázniuk, minden bizonnyal megteszik. Akkor most engedjék meg, hogy egy pár mondatot még mondjak arról, hogy a politikai pályámról, mert hiszen ha a kapcsolatrendszerre mertem hivatkozni, amit ugye sokan esetleg rossz néven vehetnek, akkor azt kell járni, hogy én kijártam az önkormányzati iskoláját, és higgyék el, én voltam megyei tanácstag is még 1985-ben, amikor az nagy dolog volt, és higgyék el, hogy ott indult el tulajdonképpen az a belső erjedés, 88-ba, ezt akik esetleg tudják vagy ismernek, egyedüliként, majd később Weckler Ferenccel csatlakozva indítottuk el azt a politikai disputát, ami végül is, miután a több párt rendszer megalakult, akkor gyakorlatilag ez oda vezetett, hogy országgyűlési képviselő lettem 90-ben, és folyamatosan voltam 30 éven keresztül képviselőtestületi tag, majd később alpolgármester, és így Zsáli János betegsége után vettem át. Tehát higgyék el, hogy a tapasztalatom megvan, és pontosan jól ismerem, hogy működnek az önkormányzatok, amit rendkívül fontosnak tartok. Magamról ennyit szerettem volna mondani, és akkor most rátérnék arra, hogy mi a programunk. Nem kívánom elemezni az elmúlt 4 év eredményeit, már csak azért sem, mert ezt megtettük a programjaink leírásában, mit tettünk, és a képviselőtestülettel együtt ezt elmondtuk. Önök ezt tudják, látják, itt járnak a városban, még akkor is, hogyha sokszor nem ismert azok az apró pályázati eredmények, illetve azok az apró eredmények, amik nem látványosak, nem egy iskola, nem egy óvoda. Én úgy gondolom, hogy a következő ciklusban, mivel az intézményrendszerünket ebben a ciklusban sikerült nagyjából
sínre tenni, így mondom, hogy azok, amik nagyon hiányoztak, azok megvalósultak, és amik eddig is megvoltak, az a Pécsvárad a lélekszámához mérten kiemelkedően jó intézményrendszerrel rendelkezik, ami egy kicsit nekünk többe is kerül, mint egy ilyen átlag létszámú és átlag költségvetésű településnek. Ezért úgy gondolom, hogy most a hangsúlyt másra kell majd tenni. Arra kell a hangsúlyt helyezni, hogy legyenek munkahelyek. Általánosságban Magyarországon a válság óta azt látjuk, hogy nagyon sok munkanélküli van. Hál' Istennek Pécsváradon ez a helyzet a megyében az egyik legjobb, de ez a közmunka révén, amit nem tekintünk igazán munkahelynek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a legfontosabb a munkahelyteremtés. Ezt úgy képzeljük el, hogy egy ipari parkot szeretnénk létesíteni. Az előkészületei ennek pályázati formában már megtörténtek. Ez azt jelenti, hogy felmérték még ebben a ciklusban, hogy ki mit szeretne a megyei közgyűlésben, amely tulajdonképpen majd a területfejlesztést intézi, és Pécsvárad ebben már szerepel egy ipari park létesítésével. A következő, amit sokan fölvetnek, hogy mi lesz a régi iskola sorsa. Én úgy gondolom, hogy az a leghelyesebb lenne szintén a munkahelyteremtésre fordítani, vagyis egy inkubátorházat kéne kialakítani kis és közepes vállalkozónak. Multi nem fog Pécsváradra jönni, ez nyilvánvaló, de ezzel segítünk vállalkozásokat, akkor egész biztos, hogy ez megtelik ez az épület majd. Ez szintén pályázati pénzből. Nagyon fontos, hogy az ember ne a levegőbe beszéljen, és mondja meg, hogy miből gondolja és mikor tudja megvalósítani. Ipari parkot soha nem fogunk tudni, saját forrásból és inkubátorházat sem. Viszont saját forrásból megtehetjük azt, hogy aktívan keresünk majd vállalkozásokat, kis és közepes vállalkozásokat, és ezek néha jönnek maguktól is. Úgy gondolom, hogy a vállalkozókat is tudjuk segíteni a pályázati csoportunkkal, amit létrehoztuk. Tehát ez is fontos, mert hiszen a vállalkozások, hogyha bővülni tudnak, ha pályázni tudnak, akkor általában véve teremtenek új munkahelyeket is. Az újonnan betelepülő cégekre, akik munkahelyet teremtenek, azoknak pedig úgy gondolom, hogyha sikerül ezt a választást megnyernünk, és dolgozhatok azokkal a képviselőtársaimmal, akik 5 éven vagy 4 éven keresztül szintén egyetértésben munkálkodtak Pécsvárad jobb boldogulásáért, akkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolgot tehetünk meg ezzel az adókedvezménnyel, amit nyilvánvaló majd a testület fog eldönteni, az új testület, vonzóvá tehetjük, de csak azoknak, akik újonnan jöttek. Természetesen beszélhetnénk arról, hogy a vállalkozások miért nem kapnak helyi adókedvezményt, majd talán lesz lehetőségem kitérni a költségvetésre, hogy milyen fontos nekünk, és mennyire nem tudunk ezen lazítani. Csak új vállalkozások esetében, ugye, ami közvetlenül nem teremt bevételt még abban a pillanatban, hanem csak később, 2-3 év múlva. A második, ami legfontosabb, nagyon el van hanyagolva a város úthálózata, ezt mindenki látja és érzi, és sajnos a járdák is. Másra kellett koncentrálnunk ebben a 4 évben, és azt kell, hogy mondjam, hogy 7 éve nem voltak olyan pályázatok, amik gyakorlatilag útépítésről szóltak, vagy útfelújításról. Régebben volt a CEDE meg a TEKI nevű pályázatok, amik komoly 10-20-50 millió forintért lehetővé tettek egy-egy útszakasznak a felújítását. Ezek sajnos ebbe az időperiódusban nem voltak, nem tudtunk pályázni. Viszont az új pályázati ciklusban, abban a munkahelyteremtés mellett a közútfejlesztési program is bent van. Én úgy gondolom, hogy ebben eredménnyel pályázva föl tudjuk újítani a város útjait, addig marad az évenkénti kátyúzás, amit a jövő héten fogunk megkezdeni egyébként a városban, de ez csak a legnagyobb kátyuk esetében tudjuk megtenni. Ami még nagyon fontos és irritálja a város lakosságát joggal, az a hóeltakarítás. Nem tudtuk különösen a hegyen, szerencsétlen volt a havazás időpontja is, mert majdnem mindig vasárnapra esett. Én úgy gondolom, hogy eszközünk se volt. Igen, lehet azt mondani, hogy a vasárnapi havazás az nem azért jelent problémát, mert nem mentek be a hómunkások, hanem azt jelenti, hogy letapossák a havat, és utána pedig jégbordás lesz. Tehát nincs lehetőség arra, hogy éjjel. A másik, nem voltak alkalmas gépeink erre vonatkozóak. Emlékeznek, ez az Etorunk, ami volt, ez gyakorlatilag teljesen meghibásodott, és a Tata is, az a kis teljesítményű, ami végig tudott menni a hegyi utakon, az gyakorlatilag teljesen meghibásodott. Úgy gondolom, hogy egy új Unimog beszerzésével, amely alkalmas a hegyi utakra is, nem új Unimog, hanem egy Unimog beszerzésével, amire mai nap
adtam már megbízást. 4,5 millió forintért egy 15 éves, még nagyon jó állapotban lévő Unimogot fogunk vásárolni. A forrása is megvan már Németországból közvetlenül. Úgy gondolom, hogy ezzel biztosítani tudjuk majd a hóeltakarítást. Ugyanígy az árkok és víz és csapadékelvezető rendszerek is karbantartást kívánnak, illetve új vízelvezetést kell létesíteni több utcában, így Baráthegyi úton kezdve nagyon sok, ahol ezeket a dolgokat meg kell oldani, mert egy komolyabb esőzés esetén láthattuk, hogy gyakorlatilag nagyon sok helyen nem folyik el a víz. Intézményi fejlesztésekben is gondolkozunk, tovább szeretnénk fejleszteni a Gesztenyés utcai óvodát, ahol új bölcsődei részt szeretnénk kialakítani. Napelemes rendszereket szeretnénk a gondozási központban, a Gesztenyés utcai óvodán és a Városháza gazdasági épületén. Az idősek házát szeretnénk újabb 10 férőhelyel bővíteni, és az idősek apartmanját is, ami majd most épül erre vonatkozóan, bizonyára még lesz lehetőség. A gondozási központ felújítását, a másik szárnynak, az álszárnynak, mert hiszen pályázatban most a nagyobbik része megújult, azt is szeretnénk ebben a ciklusban, szintén pályázati forrásból. Egyéb fejlesztések azok, amik nagyon fontosak, pécsvádi játszóterek felújítása, kritikus állapotban vannak a játszótereink, éppen, hogy még megfelelnek és nem zárják be őket, de úgy gondolom, hogy a következő periódusban erre szintén lesznek pályázati források, hiszen az uniós pályázatok, vagy az uniós normatíváknak meg kell felelni, és ezek már 10-20-50 milliókba kerülnek a játszóterek. Szeretnénk egy kerékpár ügyességi pályát létesíteni az iskolaudvarban. A műfüves focipálya az iskolaudvarban, azt már elnyertük, az hamarosan, legkésőbb tavasszal elkezdődik. Szeretnénk egy felnőtt szabadtéri fitness pályát, amelyet valahol itt helyeznénk el a művelődési ház mellett, vagy a Várkertben, ez még majd erről lesz társadalmi vita. Ez most nagy divat, és egyébként is a tömegsportot szolgálnák. Egy kocogópályát szeretnénk szintén a Várkertben. Szeretnénk a közvilágítást egy kicsit felújítani azokon a részeken, a nem felelő, elsősorban itt a főtér környékén, hogyha látták, most az gyönyörűen ki van világítva, szeretnénk ezt tovább vinni az iskola el és a Szent Háromság térig legalább ezt a díszkivilágítást, illetve ott, ahol bővül a város, ott szeretnénk új lámpatesteket. Tehát egy teljes közvilágítás áttekintés. Parkosítást is szeretnénk, új fasort a Kossuth Lajos utcának a másik oldalán is, tehát ugyanezt a gömbkőris fajtát, hogy egységes legyen. Aztán a helytörténeti múzeumot szeretnénk befejezni, ami már közvetlen a berendezés előtt áll. Szent Háromság tér és a Dózsa-György utca közötti épülettömböt is szeretnénk újraépíteni. Erre már készült egy terv, egy látványterv. Adott esetben, ha vállalkozások jelentkeznek, akkor ezt is megcsinálnánk. A kapcsolatrendszerünkről szeretnék beszélni még. Civil szervezetekkel továbbra szeretnénk a szoros együttműködést. A döntés előkészítésekben eddig is bevontuk a civil szervezeteinket. Volt olyan helyi rendelet, ami civil szervezettől indult ki. Én úgy gondolom, hogy ezt a folyamatot fenn szeretnénk tartani továbbra is. Úgy gondoljuk, hogy egyesek vállalkozásokat is, természetesen meg vállalkozókat is meg kell hallgatni, de az, hogy közvetlen beleszólás legyen, akkor nem kell ehhez testületi képviselet, akkor nincs értelme a választásnak, mert hiszen, hogyha az döntő lehet, akkor az nagyon nagy baj. Vagy meg kell hallgatni őket, hogyha kialakul egy markáns vélemény, akkor azt pedig képviselni lehet. Testvérvárosi kapcsolatainkat is szeretnénk tovább kiterjeszteni, ha van rá lehetőség, a délvidék felé, és egy megkezdett testvértelepülési kapcsolatunk van Nagyberek településsel, amit szeretnénk majd, ha a testület úgy dönt, testvérvárosi kapcsolat szintjére emelni. A lakosság tájékoztatásával nagyon nagy bajok vannak, ezt én elismerem, ki kell szélesíteni a tájékoztatást, nem nézik sokan a közvetítést, ott is van bizonyos fajta tájékoztatás, hiszen polgármester jelölt társam éppen ezt említi, hogy havonta kellene tájékoztatást. Egy-egy ilyen tájékoztatón, higgyék el, 5-10 ember van. Én úgy gondolom, ha néznék a testületi üléseket, ahol elhangzik mindennel kapcsolatban, és ráadásul havonta, akkor nem lenne ilyen hiányérzete mindenkinek. Bízom benne, hogy a jelölt úr az nézi ezeket az adásokat, mert hiszen itt mindig tájékoztatunk. A
A honlapunk, az most készült el az új honlapunk, ez nagyon fontos, az elektronikus újságban való megjelenés, tehát az interneten való jelenlét, ez több szála is van gyakorlatilag, ami a Pécsvárad honlapjai, több is, de egy új egységes honlap készül most. És hát én úgy gondolom, hogy tovább lehet majd a városi televíziót is fejleszteni olyan mértékben, hogy egy stúdiót hoznánk létre, és a stúdióban lennének érdekesebb műsorok is, tehát nem csak közvetítések és illetve eseményekről való tájékoztatás, hanem úgynevezett beszélgetős műsorok, ahol akár a városról, vagy nagyon sok minden. Bújba ez nagyon érdekesen folyik, én ott 5 éve szereplek. Igaz, hogy az egy kicsit politikai műsor, de nagyon nagy érdeklődés van rá. Hát én nagyjából összefoglaltam a fő vonalaikban azt, amit úgy gondolom, hogy a következő 5 év lehetőséget ad ezekre, ezeknek a végrehajtására is, és az eddig ismert pályázati rendszerek, a GINOP, az pedig gyakorlatilag, amelyik a gazdaságfejlesztést tartalmazza, megnézve nagyon sok dologban tudunk indulni. Ehhez kell egy jó csapat, egy egységes csapat, amelyik ezt támogatja, és az önök segítő együttműködése, akik bennünket tanácsokkal és észrevételekkel látnak el, mert akkor tudunk úgy dolgozni, hogy mindenki elégedett lesz. Én köszönöm, ez volt a programom. Igen, az idő nagyon fontos. Köszönjük szépen a dr. Bíró Ferenc bemutatkozását és a vitaindító gondolatait. 16 perc 34 másodpercet használt el polgármester úr. És akkor hát következzen a kihívó, Zádori János következik, óra indul, és ő is annyit beszél, amennyit szeretne. Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Én is nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Talán egyetértenek azzal, hogy ez jelent is valamit Pécsvárad jövője szempontjából. Nagyon sok vád ért, miszerint nem ismernek az emberek. Higgyék el, ennek van alapja, sokkal többet dolgozok Pécsváradon kívül, mint Pécsváradon, és ezen egyelőre nem tudtam változtatni. Nyilván, ha polgármester lennék, arra megtettem azokat a lépéseket, hogy a saját cégeimnél az én feladatomat komoly kvalitású emberek átvegyék. 1969-ben születtem Szekszárdon, 12 éve élek Pécsváradon, feleségemmel, Dékány Katalinnal és egy kisfiammal, Zénóval. Pár évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy végleg itt maradunk Pécsváradon, itt építkeztem, a cégeimet itt alapítottam, itt adózunk, nem kevés adót, és igazándiból az, hogy én miért indulok, miért vagyok itt most ma önök előtt, annak a legfőbb oka az, hogy az, ami jelenleg Pécsváradon megy, az egy vállalkozó szemléletű ember számára sok esetben meglepő. Elhangzott itt pár fórumon, hogy milyen vívmányokkal rendelkezik a város, amihez gratulálok én is, tehát nagyon jó dolgok az iskola, óvoda, uszoda, folytathatnám, viszont számomra van egy másik oldala is ennek az egésznek, hogy milyenek ezek az intézmények, milyen minőségben, mennyiért, hogyan készültek el. És ezek az információk az elmúlt 12 évben jöttek, nem csak a jelenlegi polgármester úr vezetésével fennálló képviselőtestület ideje alatt, hanem korábban is, és hát bizony, mi vállalkozók ugye egy kicsit érdekes helyzetben vagyunk, mert ha mi hibázunk, akár minőségben, akár bármiben, az ránk visszaüt. Tehát mi sokkal, de sokkal jobban érezzük, hogy mi az, hogy tökéletes munka. És ez az, amit én itt hiányolok. Tehát megcsinálunk, részeredményeket elérünk, építünk egy óvodát, ugye ez egy ilyen sarkalatos pont nálam, mert valahol ez volt az a pont, ahol a biztosítékot nálam kiverte ez az egész történet, hogy megépítünk egy óvodát gyermekeink számára, de én állattartó telepeket építek, nagyon komoly beruházásokat, milliárdosokat. Mindegyik jobb, mindegyik jobban néz ki, mindegyik szebb, funkcionálisabb, mint ez az óvoda. Ha bárki egyébként ezzel kapcsolatban, mert én vártam úgy gondolom jó pár hetet, egyetlen egy megkeresés, egyetlen egy e-mail nem jött, hogy nincs igazam, már pedig ez egy tökéletes óvoda,
nagyon jól meg van konstruálva, és így tovább, és így tovább. Tehát én azt szeretném, és azt képviselném ebbe a városba, hogy ne csak csináljunk dolgokat, hanem figyeljünk oda, hogy miért csinálunk, majd hogy üzemeltetjük. Pécsvárad egy egységet képez. Én úgy gondolom, hogy nem lehetnek különbségek emberek és emberek között. Sokfajta nemzetiségű Pécsvárad. Mindenki tudja, élnek itt cigány emberek, élnek itt svábok, élnek itt magyarok, és nyilván más nemzetiségű emberek is kisebb-nagyobb számban. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek segíteni kell az életét, nyilván egy-egy közösség jobban rá van erre szorulva, de ezeket a segítségeket is úgy kellene megoldani, hogy társadalmi feszültséget ne okozzunk ezzel. Én azt szeretném, hogyha az egyébként polgármester úr által említett új intézményrendszer, ami tényleg jónak tűnik, azért egy kicsit pécsváradiasabban működjön. Tehát fontos lenne az, hogyha egy pécsváradi ember elmegy a polgármesteri hivatalba, ne úgy érezze, mintha pécsváradiként Budapesten lenne. Tehát ha Pécsváradon egy pécsváradi ember el szeretne rendezni egy ügyet, akkor próbáljanak segíteni ezek az emberek. Nagyon sok önkormányzati dolgozó elfelejti azt, hogy a mi pénzünkből dolgozik. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát lehet, hogy ez egy kicsit ilyen falusias jelleget ad az egésznek, de én úgy gondolom, hogy ez nem baj. Egy faluban mindenki tud mindent a másikról. Ez Pécsváradon biztos, hogy ugyanígy van, hiszen bármilyen hír vagy egy esemény megtörténik, egy nap múlva egész Pécsvárad tudja. Tehát fontos lenne az, hogy mi pécsváradiak ne legyünk egymásnak ellenségei. A mellettem ülő polgármester úrat én nagyon nagyra tartom. Számomra az orvoslása a legmagasabb. Cégeimnek, a családomnak ő az orvosa. Nem tudok hibát találni bent tényleg. Ez teljesen máshogy van a város vezetésében. Én úgy gondolom, hogy igenis egy jó polgármesternek meg kell hallgatni azokat az embereket, akiknek van véleményük. És talán ez a legnagyobb hiba ebbe a városba. És higgyék el, van egy nagyon nagy előnyöm sok emberrel szemben, hogy én csak 12 éve élek itt, és más településről jöttem. Nyilván, ami önöknek esetleg már standard, egy bejáratott dolog, az nekem néhol értelmezhetetlen, értelmetlen dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen mindenképpen javítani kell. Nyilván itt előttem elhangzott sok dolog, amire lehetne most itt reagálni, és nyilván majd egy-kettőt felírtam magamnak, amire szeretnék is. Én mégis először pár olyan dolgot, ami a programommal kapcsolatos. Az idő ugye jár, de én egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert a fórumomon elhangzott programot egy az egybe beemelte a versenytársam az ő programjába. Tehát ez nagyon-nagyon jó nekem, hiszen önöket egyrészt nem kell újból terhelnem azokkal a dolgokkal, amik megjelentek dr. Bíró Ferenc programjában. Másik az, hogy már elértem valamit. Elértem azt, hogy ezek a dolgok bekerültek egy programba, és a programpontomból egyébként egy pont azonnal teljesült, mert ugye aláírtam, talán megkapták a programomat, hogy én erre garanciát vállalok. A hírmondó megjelent. Tehát... Tehát jelenleg 29 pont maradt már csak vissza, úgyhogy ezt itt be is karikáztam. De nem biztos, hogy havonta megjelenni. Ha én nyerek, akkor havonta meg fog jelenni nyilván. Ez egy nagyon fontos egyébként, hogy ennek a rendszernek működnie kell. Most a programomból az itt átfedett dolgokra egy-kettőt. Megrendeltünk egy unimogot, vagy elindult egy folyamat. Higgyék el, sok olyan dolog van, amivel vádolhatnak, hogy nem értek bizonyos dolgokhoz. Ehhez legalább annyira értek, mint bárki itt. Ez a szakmám, ugye gépészmérnök vagyok, az üzemeltetés a szakterületem. Egy 15 éves unimog az érhet sokat, de általában nem sokat. Tehát aki
Nem tudom a jelenlegi önkormányzati vonalról ki az, aki szakértelmével alátámasztotta, hogy megszabad ezt vagy ezt az Unimogot vásárolni. Nyilván én is tettem lépéseket, nem Németországból, én találtam Magyarországon is ilyet, nem is olyan messze tőlünk. Ki akartam ide állítatni, de megmondom őszintén, egy kicsit ilyen furcsa lett volna a helyzet, tehát megvárjuk, amíg önök majd döntenek 12-én, és nyilván egy ilyen gépre van szükség, tehát Bíró Ferenc, abszolút egyetértek, csak ez a gép a megoldás. És akkor itt kanyarodjunk vissza, hogy az elmúlt pár évben a jelenlegi vezetés milyen komoly gépeket vásárolt, ahol megint előjött a műszaki hozzáértés. Tehát folyamatosan vásárolunk, majd eldugjuk, nehogy meglássa valaki. Tehát én láttam olyat, biztos sok embert megmosolyogtatott, hogy megy egy traktor, tolja a havat, majd megáll, és ellapátolják előle a havat. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ez egy logikus, szakmailag megalapozott beruházás volt, hát két éjjel vannak ezzel kapcsolatban. Tehát olyan gépeket kellene vásárolni, vagy olyan gépet, amiről tudjuk, és erről az Unimogról ugye tudjuk, hogy egész Európa bevált gép, nagyon megbízható, hosszú távon is megbízható. Tehát ez mindenféleképpen egy sarkalatos pont, nagyon sokan telefonáltak, hogy ezt ki ne hagyjam, ez a hó, ezzel viszem Pécsváradon a Prímet, hogyha ezt. És mondtam, hogy nem kell, hogy ezt mondják nekem, mert nálam magasabban nem sokan laknak, és nincs szomszédom. Tehát igazán, van a polgármester a szomszédom. Tehát mi azért... Tehát polgármester csak a barátjegyről. Tehát az a lényeg, hogy ugye mi átéltük ezt. Tehát sok esetben panaszkodtak, hogy rosszul tolták el a havat, hóbordás. Hozzánk el se jutott, tehát én egy ilyen helyzetben vagyok. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ezt meg kell oldani. Még az előttem szólónak a programjához egy dolgot. Én mind a két ciklusban Bíró Ferencre szavaztam. Ezt el kell ismerni. Én úgy gondolom, hogy abban az adott pillanatban nem volt jobb induló nála. Tehát ezt a programot, illetve ennek a törzsét most hallom ugye harmadszor. És ez nagyon nagy baj. Mert azt jelenti, hogy ha harmadszor hallom, akkor már kétszer nem valósult meg. És ez, megmondom őszintén, kicsit átvezet afelé, amit szeretnék mondani, hogy miért is indultam én itt ugye ezen a választáson. Azért, mert nem látom, hogy előre felé mennénk. Tehát pár ponton javulunk, megcsináljuk, megoldjuk, de az igazi pécsváradiakat érintő problémákba nem megyünk előre. Tehát most én is sorolhatnám itt a vízelvezetést, meg ugye az említett hóhelyzetet, a közlekedést, nyilvános WC, zebra kérdése, tehát ezek olyan fontos dolgok, amit nyilván meg kell oldani, és azért nem mondom el, mert szinte minden pécsváradi ember ezt a programot megkapta írásban. Amire én vállalkozom, és hogyha bizalmat adnak ehhez, az, hogy ezeket a dolgokat végigviszem. A pályázati dolgokban abszolút igaza van az előttem szólónak, tehát ennek a városnak nem lesznek milliárdjai, nem tudjuk kitermelni mi vállalkozók ezt a pénzt, illetve önök a magánjellegű adóiból. Csak pályázatokból lehet nyerni. Viszont ennyi pályázatot se szabad elveszíteni, amennyit Pécsvárad elveszített. Tehát olyan pályázatokat kell nyerni, ami fontos, és amire pályázunk, százalékosan a lehető legtöbb pályázatot meg kell nyerni. Tehát erre már most ígéretet teszek, hogy erre teljesen új csapatot hoznék létre, akik együtt, szakmai stábbal kiegészülve, valamilyen szinten eredményorientáltan készítenék a város pályázatait. Ez nagyon fontos. Tudnélik, az, hogy valakit beteszek pályázatírói munkakörbe, hát ez bizonyos folyamatokat elindít. Ha valakinek állandó fizetése van, így is, úgy is, az nyilván, hát hogy mondjam, nem annyira afelé hajlik, hogy nagyot küzdjön ezekért a pályázatokért. Én úgy gondolom, hogy egy olyan csapatot kell, akinek legyen egy minimális bére nyilván, de én megfizetném, jutalmaznám azt, hogy a lehető legtöbb pénzt termelje ide. És úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak megmutatta, hogy amiért én Bíró Ferencre szavaztam, az emberi oldalt nyilván azt mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy azt nagyra tartom, az, hogy politikai kapcsolatai és egyéb kapcsolatai voltak. Csak én nem látom,
Nem látom, hogy ez úgy jelentkezne, ahogy egyébként egy ilyen településen szokás. Tehát nézzünk egy tipikus Debrecen, vagy olyan helyet, ahol tényleg erről szól az egész történet, hogy ugye a polgármesternek nagyon jó kapcsolatai vannak, és azt is megnyerik, amit nem akarnak. Nálunk sajnos nem így van. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezeket a kapcsolatokat valahogy nem tudtuk, vagy legalábbis a polgármester nem tudta úgy kiaknázni, ahogy én elvártam. Ez az én sajátos véleményem, de több emberrel beszéltem, akik ugyanezt mondták. A másik dolog, és tovább nem is akarom húzni, ami igazándiból még nem tetszett nekem, az, ahogy felépül jelenleg az önkormányzatnak a hierarchiája. Biztos sokan nem tudják, vagy tudják, akkor elnézést kérek, a polgármesternek a munkáltatója a képviselőtestület. A képviselőtestület ez a 6 fő. A 6 fő gyakorol felügyeletet a polgármester fölött. Most azt a lehetetlen helyzetet képzeljék el, amikor a polgármester által vezényelt önkormányzattól kapnak fizetést páran a képviselőtestületben. Egyszerűsítsük csak le. A főnök fizetést kap a beosztottól. Önök szerint hogy lehet ez innentől kezdve egy megfelelő kontroll? Hát nyilván nem lehet. Aki azt mondja, az téved, és talán mondjuk ki hazudik. Ilyen nincs. Tehát az, hogy nyilván jelenleg jogilag ez nem összeférhetetlenség, de valahogy azért, ha mindenki belegondol, azért ez egy kicsit olyan furcsás helyzet, hogy amikor a munkáltató egzisztenciálisan, anyagilag, szakmailag függ a polgármestertől. Tehát ezen mindenféleképpen nem hiszem, hogy tudok változtatni, azért hozzáteszem, mert ugye önök fognak szavazni, és a képviselőtestület az én jóslatom szerint nagy mértékben nem fog változni. Viszont maga az ebből adódó kapcsolati rendszert én úgy gondolom át kell dolgozni, és nem erőből kell lekezelni ezeket a dolgokat, igenis igényelni kell azt, hogy a képviselőtestület gyakoroljon rajtunk egyfajta ellenőrzést, akár szakmailag, akár egyéb módon. Tehát ez az, amit én jelenleg szeretnék. Nyilván, még egyszer mondom, tehát az a 30 pont, illetve a 29, az pedig számomra mindenképp kötelező. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Zádor János 1 perccel kevesebb időt használt el, 15 perc 34 másodpercnél tart. Kérdezem dr. Bíró Ferencet, hogy kíván-e reagálni az imént elhangzottakra. Tehát 16.34-ről indul dr. Bíró Ferenc órája, és hát akkor kezdeném a legújabb... Ura, bocsánat, kérem, hogy indítsd el, légy szíves, köszönöm. Kezdeném a legutóbb elhangzottal, a képviselőtestületről. Tudják nagyon jól, hogy volt olyan időszak, amikor nem lehetett képviselő, például házi orvos, aki szintén úgymond az önkormányzattól kapta a fizetését, de azóta ez megszűnt. Tehát az, hogy önöknek kiben van bizalma, vagy kit gondolnak arra, hogy alkalmas képviselőnek, az szerintem egy nagyon nagy csúsztatás, hogy az olyan függő viszonyban van, hogy az nem képes önálló döntése. Úgy egyébként nem olyan rossz a helyzet vonatkozásban Pécsváradon, hiszen tudják nagyon jól, hogy például az iskolai igazgató már egyáltalán nem tőlünk kapja a fizetését, hanem az a tisztől. Tehát az egyik személy az már biztosan nem áll fent ez az eset. Én soha nem gondoltam volna, hogy Tóth Györgyit viszont befolyásolja ez a döntéseiben, hogy tulajdonképpen az önkormányzat alkalmazottja volt. Kászné Bősz Bernadett, az az egyedüli, aki az önkormányzattól ilyen vonatkozásban függő viszonyban van, de az sem közvetlenül, mert a Vár Kft.-nek a dolgozója, a Vár Kft.-nek az egyetlen dolgozója, aki tulajdonképpen a városmarketinggel és a várral dolgozik. Önök nem tudom, tudják-e, hogy a munkája során mennyi mindent megtesz, szokták hallani, látni. Én úgy gondolom, amikor úgy döntött Pécsvárad, hogy szüksége van a várra, és ne vállalkozók zsákmányolják ki és amortizálják le, akkor szükség volt valakire, aki programokat szervez, és higgyék el, hogy ebbe Gászné Bősz Bernadett profi. Olyan mértékig profi, hogy én attól tartok, hogy el fogják vinni innen hamarosan.
Tehát nem gondolnám azt, hogy mindenkinél sanda szándékot kell feltételezni. Ő úgy egyébként, hogyha összeszámolnám, hogy hányan tartózkodtak, vagy hányan szavaztak valamilyen javaslat ellen, amit az önkormányzat, akkor messze torony magasan ő vezet ebben. És hát Fűri Ferenc, aki most nemrég lett egy szerencsétlen haláleset után képviselő, aki nem volt képviselőtestületi tag, csak pár hónapja, és gyakorlatilag úgy fogja letenni a lantot idézőjelbe, most nem úgy, hogy önök természetesen, én abba bízom, hogy megválasztják, hogy 4 hónapig volt képviselő, de az ő függő viszonya az nevetséges, mert ő nem fizetést kap, hanem a vállalkozása kapott pénzt, egy kialkudott árat, amit ráadásul úgy szavazott meg a képviselőtestet, hogy pontos költségvetése, és ez 6 éve változatlan. Tehát aki azzal kezdi a mondani valóját, hogy sanda szándékot tételez fel a testületről, mert esetlegesen egyhangulag döntenek valamibe, az vajon gondolkozik azon, hogy hát ha egyetértenek azon? Hát ha a bizottsági vitákban alakult ez? A vélemény? Vagy olyan nagy baj az, hogyha békesség van egy testületben, és nem harcolnak egymás ellen? Mit gondolnak, mikor lehet jobb eredményeket elérni? A vállalkozó szemléletről, amit itt említ polgármesterjelölttársam, hát én is olyan régóta vagyok vállalkozó, legalább mint ő, és sikeres vállalkozó. Én ezt a vállalkozási szemléletet be tudtam vinni az önkormányzatba, úgy, hogy ráadásul tudom, hogy mik az önkormányzat korlátai, amit viszont képviselő vagy polgármesterjelölttársam nem tud. Hát itt nem úgy működik, hogy veszek 20 millióért egy autót. Az a 4,5 millió is talált pénz, ami mi egy olyan Unimogot tudnánk venni, visszatérve példaként, amelyik gyakorlatilag 100 ezer kilométeres és kifogástalan állapotban van. Természetesen mi is megvizsgáltatnánk. Úgy egyébként meg nem emlékszem, hogy traktort vettünk volna az elmúlt időszakban. Egy 35 éves Zetort örököltünk, ami végleg kifeküdt, ami szégyen volt, és egy GCB-t szereztünk a vízműtől, akkor, amikor a vízműt átvették, gyakorlatilag nevetséges áron 6 millió forint. Egy 2 éves GCB-t, ami nem alkalmas hótolásra, de nekünk nagyon jó. Nincs alkalmas hótológépünk, egy Tata volt, gyakorlatilag ott tartunk, hogy venni kell, de béreltünk traktort, az igaz, de ez nem a miénk volt, hanem egy vonóvassal ellátott helyi vállalkozó, illetve béreltünk mi hóekét is, csak az a nagy baj, hogy neki a szerződése az a közútkezelővel szólt, és mellesleg tudott idejönni, amikor a nagy havat eltolták a közutakról. És ez is nyilvánvalóan a rossz hóhelyzethez vezetett Pécsváradon. Társadalmi feszültséget említett. Hát én nem érzékeltem semmilyen társadalmi feszültséget. Ha valaki az egyik oldalon mindig azzal vádolnak, hogy én cigánypárti vagyok, házat építettem nekik, most például fölvetik, hogy ide hoztam máshonnan cigányokat, hát ne haragudjanak, erről szó nem volt. Tehát gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a társadalmi feszültséget azt én nem látom Pécsváradon. A szegény emberek vannak, de higgyék el, ez a testület különösen érzékeny erre vonatkozóan. És nem csak cigányok szegények, ők talán a legszegényebbek. Higgyék el, hogy én például azt mondta, hogy elbuktunk pályázatokat. Igen, pont egy ilyet buktunk el. Mert volt egy telepes pályázat, ugyanolyan, mint az a hosszúetényi, akik itt házat vettek. Nem rajtunk múlott. Nagyon jó pályázatot adtunk be, cigány szakértőkkel együtt. Nem sikerült, nem voltak telepeink. Azért próbáltuk ráhúzni a Csígergödörre, de ott már csak 2 cigány család lakott. És az nem számít telepnek. Én úgy gondolom, hogy akkor, amikor arról beszélt, hogy békesség legyen Pécsváradon, és támaszkodjanak egymásra a nemzetiségek, akkor higgyék el, hogy ez az egyetlen egy útmód lehetőség segíteni a szegényeket valamilyen módon. És akkor lesz társadalmi béke is. A közmunka is pontosan ilyen program. Közmunkát higgyék el, hogy és tudom, nagyon jó, meg lehet kritizálni, a vállalkozó nyugodtan megkritizálhatja, mert tényleg csapnivaló a szint, de ingyen van. És valakinek, egy családnak biztosít megélhetést. Nem kell lopnia, nincs megélhetési bűnözés. Elmondta a megyei rendőrfőkapitány, és ezt tudom, hogy azért eleltűnik nyilvánvaló paprika meg paradicsom, meg ellopták a mi kertünkből is.
nem a személyesen, hanem a Start munkaprogramban lévő kertünkből. De ennek ellenére azt mondhatom, és nem én mondtam, hanem statisztikusok, hogy Pécsvárad a béke szigetének mondják a Baranya megyei rendőrkapitányságon. Tehát szó nincs arról, hogy itt feszültség van a lakosságban, vagy bármiben, legalábbis ebben a kérdésben. A KPM egyébként az, aki nekem, és itt a plagizálásról szeretnék pár szót mondani. Messze, akik tudják, nagyon jó képviselőtársaim is, bemutattam a programokat, messze azelőtt, amikor mielőtt Zádori János kijött, és első helyen szerepelt, sőt, más mondok, testvérkapcsolatainkat kihasználva, a Hausmannstetteni alpolgármester, aki gyakran itt van, az elmondhatja, hogy ezelőtt már egy éve szóltam, hogyha tudnak unimogot valahol, amit a KPM tanácsára gondoltam, hogy vegyünk. Csak egy új 35 millió, de polgármester jelölttársam elmondta, hogy ő képes lenne vásárolni ilyet, nyilvánvalóan saját maga is, hogyha a városnak szüksége van. Én úgy gondolom, hogy erre a városnak nincs szüksége, hanem a lehetőségeihez mértem vásárol. Én mindig csak használt autót vettem, pedig megtehettem volna. Úgy gondolom, hogy a város is megteheti, hogyha télen használja, és körülbelül mondjuk 2000 kilométertől havat vele, akkor az az autó nagyon jól eláll, akár 30-40 évig is. És ha csak erre a célra használják. És mi egy ilyen unimogot néztünk ki. Jó, hát nagyjából én ezekre szeretnék reagálni, vagy ezekre kívántam reagálni. Köszönöm. Köszönjük szépen. 24 perc és 47 másodperc telt a dr. Bíró Ferenc idejéből. János, kívánsz reagálni? Tehát Zádori János következik. 15.34-ről indul az órája most. Igen, tehát ez a cigány kérdés, ez valóban egy fontos dolog, de nem hiszem, a polgármester úr nekem mondhatja azt, hogy én ezzel vádoltam valaha is, hogy idehozott bárki. Társadalmi feszültséget nyilván érzékelni kell, meg kell hallgatni az embereket. Én meghallgattam őket, és ők mondták, nem én találtam ki, higgyék el, ez egy fontos dolog. Pár apróság. Ugye Gásznéről szó volt, mindenféleképpen szakmailag nagyon-nagyon nagyra tartom. Sőt, családilag majdnem azt mondom, hogy kapcsolatban is ugye állunk, viszont azt tudni kell, hogy olyannyira profi, és félünk, hogy elmegy, hogy kevesebb a fizetése, mint a szakácsnak. Akkor mi a függő viszont? Jó, tehát a függőség nem összegtől függ egyébként szerintem. Egyetértés. Az egyetértés úgy gondolom, hogy egyet lehet érteni. Na de mindenbe, tehát kicsit erősnek gondolom. Közmunka. Nem vagyok ebben jártas, de biztos polgármester úr el tudja mondani, vagy ki tud javítani. A közmunka ingyenes, de a közmunkásnak a közterheit, a TB-jét, az kifizeti? A munkaügyi központ. Nem az önkormányzat? Nem. Nem kell hozzájárulni? Nem. Vannak bizonyos esetek, ahol mi kiegészítjük a bérét, és ott mi fizetjük. A 100%-ban ingyen van. Jó, a másik, hogy ez a... Ugye, polgármester úr azt mondta, hogy mert hogy mi vállalkozók így veszünk 20 millióért, higgyék el, hogy egy vállalkozó sokkal jobban meggondolja, hogy mit vesz. Ezt szerintem polgármester úr tudja, hiszen tényleg ő is nagyon régóta vállalkozó. Tehát bennünket, vállalkozókat azért azzal nem kell megvádolni, hogy mi könnyen beszélünk, vagy egyéb dolog. Tehát mi ugyanúgy megdolgozunk egyébként a pénzünkért, talán sok esetben jobban, és ugye mi konkrétan most magamról, illetve a cégeimről beszélek, mi produktív munkát végzünk. Nem az állam fizet bennünket, mi fizetünk az államnak. Ez nagyon fontos. Tehát ezt mindenféleképpen el akartam mondani. Az, hogy a képviselő testületben ülő emberek hogy látják a feladatukat, én úgy gondolom, hogy nem kell ezt nekem kritizálni, ezt majd a városban élő emberek eldöntik a szavazatukkal. Nem állulok el egyébként nagy titkot vele, hogy van olyan ember, akivel én is bizony el tudnám képzelni a munkámat, de nem mind tehát az összes képviselő, aki jelenleg a képviselőtestületben dolgozik. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Na, hát én bokiztam. Most elkövettem azt a hibát, János, hogy lenulláztam a saját stopperemet. Teljesen Bízisten jó. Bízisten nem volt szándékos, de a te órád megy, tehát innentől kezdve
biztonsági tartalékként azt fogjuk használni, 17 percnél tartasz, ha jól látom, úgyhogy elnézést kérek. Tehát ott fogjuk mérni a továbbiakban az időt. Kérdezem dr. Bíró Ferencet, hogy kíván reagálni, vagy pedig áttérhetünk a kérdésekre. Hát én nem. Akkor, tehát nem. Erre reagálni nem szeretnék, de viszont szeretnék a programjáról, aki... Jó, tehát beszélni. Szót kérsz akkor ezek szerint. Igen. Jó, akkor most akkor megkérlek, hogy indítsd el az órát, és akkor dr. Bíró Ferenc következik. Mielőtt elindulna az óra, szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az idő megy, és ennyivel kevesebb idő marad arra, hogy kérdésekre válaszoljatok. Tehát azt szeretném kérni, hogy a jelölteket, hogy gazdálkodjanak lehetőség szerint úgy az idővel, hogy a jelenlévő nézők, illetve az előttem levő előzetesen feladott kérdésekre is tudjatok válaszolni. Tehát akkor dr. Bíró Ferenc órája 24 perc, 47 másodpercről indul most. Én szeretnék egy kicsit hozzászólni a jelöltársamnak a programjához. Ugye mindenki olvasta azt a bizonyos 30 pontot, csak azért, és nem azért higgyék el, hogy kritika alá vessem, mert bármit meg lehet tenni önkormányzat támogatásával, de hiányolom, hogy nem jelöli meg például azt, hogy milyen forrásból, és csak egyetlen példát mondanék, Szilágy pusztára kerékpárút, kettő vagy négy sávos, hol lesz, szükség van-e rá idegenforgalmi szempontból, vagy bárhol. Én úgy gondolom, lehet, hogy ez elhangzott valakinek a szájából, hogy jó lenne, csak ez egy abszolút irreális dolog, még akkor sem, ha esetleg pályázat van rá. Szilágy pusztán inkább munkahelyet kell teremteni, és higgyék el, hogy ebben is sokat próbáltunk tenni. Rendszeresen tartom a kapcsolatot az Agroverrel, hogy mikor élesztik fel végre a húsüzemüket, és onnan embereket veszünk föl Pécsváradra természetesen, közmunkásnak, tehát akit lehet segítünk. Aztán pécsváradi sport és tömegport feltámasztása színvonalának emelése. Hát el nem tudok mondani olyat, hogy Pécsváradon mennyit fejlődött például a tömegsport. Nemrég alakult tömegsport szakosztály, egy két éve. A pingpongtól kezdve a zumbáig minden az égvilágon van. Az asszonyoknak torna, gerinctorna és sorolhatnám még, ezek mind-mind a tömegsport közé tartoznak. Tehát lehet még ezt fokozni, természetesen én úgy gondolom, de jó példával kell előjárni, és akkor azt mondom, hogy például akinek sport igénye van, az mindent megtalál Pécsváradon. És a sport színvonalának emelése, hát ez pénzkérdés. Kétszer a foci csapatunk eljutott az NB3 határáig, csak éppen még 16 millió forinttal meg kellett volna toldani. És akkor inkább lemondtunk róla, nem én, a testület. Azt mondta, hogy ennyi pénzünk nincs, TAO támogatást se kapnánk ennyit, amiből ezt enyhíteni lehet, és gyakorlatilag itt tartunk. Tudomásul kell venni, hogy a profizmus az pénzbe kerül, és egy 4000-es településnél nem lehet tovább lépni ebben. Az lenne inkább jó, hogy a helyi focistáink jutnának el, és helyi pécsváradiak focizzanak, de sajnos ez nem így van, hanem profikat vásároltunk, akik elmentek a több pénzért máshova, és azért szerepel most így a csapatunk, de higgyék el, nem ez határozza meg. A tömegsport az, hogy minél többen sportoljanak, és azt hiszem, hogy ebben nem csak a műfűves pályával léptünk előrébb, és az, hogy van uszodánk, hanem azzal is, amit tervezünk. Tervezzük, hogy lesz kocogópálya, felnőtt fitness pálya, és sorolhatnám. Tehát igazán ebben nem állunk rosszul. Pécsváradi etikai kódexnek a megalkotása. Hát ezen egy kicsit elgondolkodtam, hogy bizony az nagyon jó lenne, hogyha az emberek betartanák az alapvető emberi normákat, minden, de én tudok egy nagyon jó etikai kódexet, elmondom önöknek, a 10 parancsolat, hogyha ezt betartják, nem szükséges semmi más ezen kívül. Tartsák be, és akkor nem kell etikai kódex. Aztán ilyenek, hogy mozgó ABC rendszerének kiépítése idős lakosok között, vagy általában az ellátás. Hát az ellátás az nem önkormányzati feladat. Higgyék el, én próbálok. Az, hogy a hegyen van bolt és van a lila ABC, azt mi intéztük el Huth-Wagner doktornővel közösen. Addig mentünk, amíg nem találtunk egy vállalkozót, aki hajlandó volt működtetni. De nem tudjuk, hogy meddig, mert a gazdaságosság a fő szempont a számára. Vagy itt van most Szilágy puszta, bolt nélkül maradt. Mi szaladgálunk és próbálkozunk, hogy hogy tudnánk ott ellátást biztosítani. Vagy mondjam azt, hogy a CBA, ami ott lent most, ilyen pang, az azért került ide, hogy a választék és az árverseny főleg javuljon. Nem választékbővítés kell Pécsváradra, olcsóbb árak kell lennének, de ez nincs, mert ez tőlünk független. Ezt nem tudjuk befolyásolni.
Csokoládé pusztai lakosok életminőségének javítása, bevonásuk a pécsváradi életbe. Hát az a 20 ember, aki ott lakik, az nagyon fontos nekünk is, soha még semmit nem jeleztek, útjuk van, el tudnak ide jutni, rendkívül rossz lakáskörülmények között laknak, de Pécsváradon körülbelül 1000-en laknak olyan rossz lakáskörülmények között. Tehát igazából véve nem tudom, hogy mit kéne tenni. Még soha meg nem kerestek bennünket. Aki megkeres például, hogy rossz a háza, vagy olyan, vagy kell neki pár cserép, vagy tégla, az mindenki kapott. Soha ilyen megkeresés nem volt Csokoládé puszta részéről. Nagyon jól tudom, hogy hozzánk tartozó település rész. De nem társult település. Ez óriási fogalmi különbség. Természetesen ezt nem rovom fel jelölt társamnak, mert hiszen több olyan... Ami szakkifejezés, vagy ha úgy tetszik, a tartalma miatt fontos, akkor én nem írtam volna azt, hogy a hozzátartozó települések viszonylatában Pécsvárad programja, hát ez így nagyon nem helytálló, de hát nyilvánvaló, hogy a település részeket értette esetleg alatta. A teljes pécsváradi önkormányzati rendszer átláthatóságának biztosítása visszamenőlegesen is. Hát ez megint az a sanda gyanú, hogy itt valami nagy baj történik, sikkasztás, sorolhatnám még mi minden. Higgyék el, hogy a legjobban ellenőrzött dolog a testület, vagy nem a testület, hanem az önkormányzat. Az ÁSZ, a kincstár negyed évente van itt, és minden tételesen átnéznek az égvilágon, és ha találnak egyetlen egy rossz normatív leigénylést, vagy bármit, azt azonnal levonnák. Azt tudom mondani, hogy ilyen vonatkozásban abszolút jól áll Pécsvárad, és megnyugtatónak kell. Aki nem bízik az államba sem, mert azt mondja, hogy Fidesz kormány van, vagy bármit, az természetesen soha nem fogja ezt elfogadni, hanem kifogásokat keres. De én úgy gondolom, hogy ez teljesen független ettől, a kormányoktól. Van egy megfelelő apparátus, aminek az a dolga, akik is óriási gyakorlatuk van, azonnal rájönnének mindenre. Ebben vonatkozásban abszolút úgy érzem, hogy rend van Pécsváradon. A Városi Fórumról már beszéltem, hogy az önkormányzat ülései nézzék, mert akkor nem keletkezne ilyen hiányérzet önökben. A művelődési ház műsorainak színesebbé tétele. Na ez végképp kiütötte nálam a biztosítókot azért, mert gyakorlatilag én nekem hivatalból is el kell járni szinte minden rendezvényre. Gyakorlatilag higgyék el, hogy az 52 hétből 30 hétvégén legalább nem vagyok otthon ilyen rendezvények miatt. Ha most itt felsorolnám, amit megkértem a művelődési ház vezetőit, hogy írja le, a 4 év alatt milyen programok voltak, és milyen híres színészek, vagy ezek fordultak meg, vagy híres együttesek, akkor ledöbbennének, mert a Csík zenekartól kezdve az égvilágon, már csak egy párat csak azért, hogy szemezgesek, Koltai Róbert, Vándor Éva, Pikali Gerda, Nemcsák Károly, Mikó István, gyakorlatilag mind itt szerepeltek különböző műsorokban, vagy 10 évvel ezelőtt az általad említett is volt itt, akit hiányoltál. Tehát gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a művelődési ház programjai, és erre mindig büszke volt Pécsvárad, mert erre tényleg sokat fordítunk, azok igazán messze meghaladják egy 4000-es településnek. Bólyban még művelődési ház sincs. Csak egy olyan ház, ahol lehet rendezvényt tartani, és nincs hozzá apparátus. Úgy gondolom, hogy ez az, amit abszolút visszautasítandó, mert ez egész biztos lehet színesebbé tenni, de ez pénz kérdése. Egy-egy ilyen jobb színházi darab, meg minden 3 millió forint, és mit gondolnak, mennyien jönnek el? 10? 100? A negyede nem térül meg egy-egy ilyen jobb műsornak. Tehát, és erre már volt példa, próbáltak színházat idehozni, nem sikerült, megbukott. Mert, és kinek a rovására? Az adófizetők rovására. Vagy mondjam azt, hogy például a sok rendezvénye hányan jelennek meg? Sokkal kevesebben. Ebből azt a következtetést lehetne levonni, hogy nincs rá igény, de én úgy gondolom, hogy Pécsváradnak fel kell tartani azt a nimbuszát, hogy a kultúra kisvárosa, és ehhez pedig az kell, hogy legalább ilyen szinten működjön a művelődési ház, mint eddig, amilyen nincs, egész biztos senki nem találhat kifogást. Pécsváradi gépállomás területének parkosítása. Ezt végképp nem értem, mert az másnak a tulajdona. Az egy német befektetőnek a tulajdona. Mi egyet tehetünk, amit higgyék el, meg is tettünk.
Gyakorlatilag először felszólítottuk őket fél évente, utána pedig bírságoljuk őket. Tehát helyi bírságot szabunk ki, ami eljut az ottani céghez, fordítás, stb. Stb. Eltelik másfél év, azok bírósághoz fordulnak, és fütyülnek az egészre. Most legutoljára a környezetvédelmi hatóságnál is feljelentettük őket, de ezek ugyanúgy járnak. Lesz belőle egy akta, ami majd kimegy Németországba, és mit tudom én, két év múlva reagálnak rá. Ez a helyzet. Nekünk is szúrja a szemünket, higgyék el. Nem tudunk mit tenni. Köszönöm szépen, egyelőre ennyit, majd a többit később. Jó, köszönjük szépen. 34 perc telt el dr. Bíró Ferenc idejéből. János, kívánsz? Igen, tehát akkor most én előről indítom a stopperedet, ott mérjük a tényleges időt, tehát Zádor János következik most. Hát először is elnézést kérnék, hogy a programjai mellé építészeti, illetve kiviteli terveket nem mellékeltem. Hát A4-es lapra ez nem fér rá, ez nagyon fontos. Tömegsport. Abban egyetértünk, tehát van tömegsport. Én erre gondoltam, hogy ezt igenis lehet fejleszteni, és tovább, amennyi belefér. Én tömegsport párti vagyok, de amellett nem szabad elfelejteni, hogy azért vannak itt olyan sportok, amit profi szinten űznek. Az, hogy a profi színvonalon belül hol tart, az nyilván más téma. Így gyorsan ezekre a kis apró kérdésekre, vagy ilyen beszúrásokra, ugye? Tehát én se kérdeztem meg egyébként, hogy polgármester úr azokat a programokat miből fogja megcsinálni. Nyilván egy ekkora papíron nem lehet ezt kifejteni. Nagyon fontos az, hogy nem panaszkodtak a csokoládé pusztán élő emberek. Igen, nekem panaszkodtak. Tehát én csak ezért írtam ezt a programomba bele. Tehát meg kell őket hallgatni. Nyilván, ha nem hallgatjuk meg őket, akkor ez egy kicsit nehezen fog menni. Igen, tehát az önkormányzatot, az ÁSZ-t valóban ellenőrzi. De elmondok önöknek egy mondatot, ami a polgármester úr fórumán nagyon megütötte a fülemet, és higgyék el, ez a vállalkozóknak a füle erre rááll. Az pedig úgy hangzik, hogy ugye az önkormányzatot az ÁSZ állandóan ellenőrzi. És azért jó ez a VÁR Kft., mert az csak a NAV ellenőrzi, és a NAV ritkán ellenőriz. Mert ezt így nem mondta. Ez ugyanez, ez higgyék el, ez így hangzott el, mert felírtam magamnak. Lehet, hogy akkor elszólás volt, ez biztos, hogy így hangzott. Tehát nyilván ne értsük félre, de akkor is kicsit furcsa volt számomra. Tehát van egy VÁR Kft., amit az ÁSZ nem ellenőriz, higgyék el. Az, hogy kevesen jönnek el a programokra, nem akarom magamat újból erősíteni. Hát nyilván azért jönnek kevesen, mert olyan a program. Most ezt megint ragozhatnánk egy darabig, szerintem az itt ülők biztos nem erre kíváncsiak. Sportprogramok. Hát mindenféleképpen én azt mondom, hogy el kell akkor dönteni azt, hogyha most a fociról beszélünk, muszáj beszélni róla tényleg, mert Pécsváron nagyon sok embert érdekel, érint, szereti. Tehát tényleg el kell dönteni akkor, hogy mi a terv. Tehát ne azt csináljuk, hogy felvisszük, a focit majd elengedjük. Felvisszük, elengedjük. Akkor mondjuk azt, hogy Pécsváradon nincs létjogosultsága a profi focinak, és most a profi tényleg úgy értsék, hogy tehát nem szabadidő program, tehát tömegsport keretében. Tehát az, hogy amit a polgármester is, hogy már majdnem kétszer elértük, de jó. Hát de azt, hogy elérjük, az pénzbe kerül. Akkor miért hagyjuk el, tehát miért engedjük el? Akkor döntsük el, hogy ez itt marad len, és ne menjünk följebb, hiszen ott úgyis vége lesz. El fognak menni az emberek. Nyilván sokan futballrajongók szóltak, megjegyezték, hogy azt kellene elősegíteni, hogy pécsváradi tömegsportból kinőtt helyi pécsváradi focistákat kössünk ide, mert azok sokkal nehezebben mennek el, tehát azok kötődnek a városhoz. Tehát profikra lehet valóban pénzt költeni, közhely, látjuk a válogatottunkat is, hogy működik, meg az ilyen nagy klubcsapatokat, hogy oda lehet vinni, vagy működik, vagy nem működik. Én úgy gondolom, hogy abban egyetértünk, hogy itt NB1-es csapat valószínűleg nem lesz, mert ugye az NB1 az együtt jár bizonyos alsóbb osztályoknak a működtetésével, és már azt se tudjuk működtetni. De meg kell határozni azt, hogy mi a cél, vagy ha nagyobb a cél, akkor emellé szponzorokat, vagy olyan embereket keresni, akik ezért anyagilag is tudnak áldozni. Körülbelül ennyi. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Kívánsz reagálni? Igen. Jó, tehát dr. Bíró Ferenc órája 34 másod, 34 percről indul most. Nagyon gyorsan mondanám, a focival kapcsolatban önkormányzati döntés volt teljes egyetértésben a sportkörrel és a focistákkal. Én megtettem azt, hogy elmentem és gratuláltam nekik, amikor bejutottak a megyei első osztályba az MB3-ba, de tudomásul vették, hogy nincs 16 millió forintunk mind, és nem én mondtam, hogy annyiba kerül. Ha nem ennyi lett volna a nevezési díj és egyéb más, amit az önkormányzat nem tudott előteremteni. Ennyi. És itt határoztuk meg azt, és ebben tökéletesen igazad van, ha a vállalkozók adtak volna még pénzt, amit az utóbbi időben nem, akkor lehetett volna esetleg. Én nem mondom azt, hogy jó volt a sportkör vezetése, meg aktívak voltak, emiatt is kétszer hívtuk össze legalább a sportkör, sőt, sportfórumot is szerveztünk. Pár ember viszi ma a sportkör életét, azok, akiket úgy hívnak, hogy fullérok, mind hárman, akik a könyveléstől kezdve gyakorlatilag most viszik, abban változtatni kell a szervezésben, de higgyék el, nagy baj Pécsvárad sportjával nincs. És a foci az pedig olyan, sajnálom azt, hogy azok a fiúk, akik az U18-ba meg lejjebb fociznak, és nagyon jól és eredményesek, elmennek más jobb csapatokba, ahol aki nagyon jól focizik, a karrierje biztosított, a másik oldalon pedig gyakorlatilag abba hagyják a focit, mert egyetemre és főiskolára mennek. Tehát itt a nagy baj, nincsenek pécsváradi focisták, nem is lehet visszahozni őket, mert azok között, akik most elmentek, máshova, Lovászhetényben, akinek sokkal több pénze van, mert nagyobb település, és ott meg tudják fizetni őket. A Lovászhetényben csupa Pécsről, meg mindenhonnan más csapatokból oda került focisták voltak Pécsváradon. A Vár Kft. Ellenőrzése, a NAV, az biztosan ellenőriz minden vállalkozást, de én nem is erre gondoltam. Hát a vállalkozók éppen úgy tudják, miért kell egy önkormányzatnak egy ilyen cég, amit minden önkormányzat már megcsinált, amelyik ilyen léptékű, mint Pécsvárad volt, az utolsó. Azért, hogy az áfát vissza tudja igényelni. Az önkormányzat sose tudja, és ezzel pénzt spórol meg, és ez a lényege az egésznek. És nem az, hogy a NAV ellenőrzi csak, és az állami számvevőszék nem. Hát ez egy csúsztatás. Én ilyet nem mondtam. Az a dolog mögött azt mondtam, hogy áfa visszaigénylési lehetőség. Nem kevés pénz. Aztán hogy az emberek meghallgatása. Hát más se csinálok, még a boltba se tudok elmenni, meg mindenhol. Lépte nyomon megállítanak az emberek, és próbálom megjegyezni, feljegyezni, mit mondanak. De nem tehetek mindenki kedvére, higgyék el. Az, ami olyan dolog, amit meg lehet csinálni, egy-két dolog, azokat megcsináljuk. De van, amihez önkormányzati döntés kell. És sorolhatnám még mi minden. Tehát ez nem így működik. Én mindenkit meghallgatok, reggel nagyon sokan ott vannak, bejönnek, négyen, öten, az nem igaz, hogy én a lakosság. Már csak azért is, mert személyesen ismerek nagyon sok embert, itt a 35 év alatt, mint orvos, és bátran megállnak és megszólítanak. Rám senki nem mondhatja azt, hogy én nagyképű vagyok, és nem állok szóba valakivel, vagy úgy viselkedem. Köszönöm. Köszönjük szépen, 37 perc, 25 másodperc telt el dr. Bíró Ferenc idejéből. János, tiéd a szó. 21-2 percről indul az órád. Csak egy pár dolog. Az előbb kihagytam, ez a gépállomás kérdése. Ha a polgármester úr azt mondja, hogy ez lehetetlennek tűnik, akkor Benkő László képviselő úr miért hozta fel a programjába ugyanezt? Szerintem ugyanarra gondolunk, hogy ezekkel a beterhelt különböző költségekkel előbb vagy utóbb hozzá lehet jutni ehhez. De ez a tervünk. Ez a terv nem most született 3 éve. Jó, de a te véleményed szerint ez a terv lehetetlen. Már most azt mondtad, hogy... Most mondtam, hogy bírságoljuk, feljelentettük, és azt rátáblázzák az ingatlanra. Jó, de ugyanezen az elven hozzá lehet jutni akkor. Persze, de hát ezt a folyamatot csináljuk. Na, hát ezt mondtam én is. A másik dolog... Csak kicsit később. Az áfa visszaigénylés. Ugye az áfa visszaigénylésnek a folyamata az egy érdekes dolog. Tényleg az önkormányzat nem igényelhet vissza áfát. Viszont ugye a Vár Kft. A szolgáltat. Számlát bocsájt ki. Igen. A számla kibocsájtó sose igényel vissza áfát. Na, a dolog lényege az nem ez, hanem az, bocsánat. A dolog lényege az nem az, hanem az Vár Kft. Mindenki nagyon jól tudja, nem csak szolgáltat, hanem van egy csomó bejegyzett tevékenysége. Például építhet.
Az építésnél pedig vissza lehet igényelni az áfát, ezt te is nagyon jól tudod, és ez teljesen törvényesen történik, és ez több millió forint. Igen, János. Az építésnél egyébként azt el kell mondani, hogy az építési engedélyes dolgok azok nem áfások. A karbantartás nem építési engedélyes. Alakul ez. Oké. Okay. Köszönjük szépen. Azt szeretném kérdezni, hogy most feltehetnék-e egy kérdést, vagy szeretnétek-e még? Lehet. Jó. Tehát akkor most kicsit fújunk egyet. Ha megengeditek, most már elkezdek a kérdések között szelektálni. Nagyon sok olyan kérdés van, amire már itt a választ a feltevők megkaphatták. Tehát ezt nem szeretném. Ilyen terjedelmű kérdést is, hogyha megengeditek, akkor próbálnék egy picit rövidebben. Tehát van egy érkezett egy olyan kérdés név nélkül, mind a kettőtökhöz szól, tehát tisztelt polgármester jelöltek. Az illető valószínűleg az Egyesített Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény dolgozója lehet, mert hogy onnan szól a kérdés, és ő a jövőért aggódik. Tehát szeretném megkérdezni, mi az elképzelésük a pécsváradi gyógypedagógia megmaradása terén? Kiállnak-e azért, hogy a környékbeli értelmi fogyatékos gyerekeknek ne kelljen elhagyni családjukat, otthonukat, hogy egy távol lévő gyógypedagógiai intézménybe járjanak? Mindkettőjük programjában fontos kérdés a munkahely teremtés, az itt dolgozók a saját munkahelyükért aggódnak. Tehát gyógypedagógiával kapcsolatban kinek milyen tervei vannak. Zádori János kap először szót, 23-24 percről indul az órája most. Igazándiból erre válaszolni, én úgy tudom, hogy ugye a gyógypedagógia az megyei szinten van kezelve, tehát a városnak én úgy gondolom, hogy van hozzá köze? Városnak így közvetlen köze nincsen, nincs. Komlóhoz tartozik. Jó, tehát én úgy gondolom, hogy az én pozíciómból erre nagyon nehéz lenne válaszolni, utána kell nézni, hogy egyáltalán milyen lehetőségek vannak. A másik kérdés a munkahely. Mindenféleképpen talán azt mindenki elhiszi, hogy vállalkozások, és ugye a polgármester is ezt mondta, vállalkozásokat kell idehozni, és az itteni vállalkozásokat kell felfuttatni, hogy embereket tudjunk felvenni. Tehát én jelen pillanatban a jövő héten a Városi TV-ben 4 állást hirdetek meg. Most nem a reklám kedvéért, csak tényleg az, hogy jól kell csinálni, és akkor fel lehet még venni embereket. És az elmúlt időszakban is 3-4 embert felvettem az elmúlt 2 hónapban. Tehát ez a lényege, hogy ezt kell csinálni. És még egy nagyon fontos, tehát olyan vállalkozást idehozni, aki nem minimálbéren foglalkoztatja az embereket. Mert azt mindannyian tudjuk, hogy a normál emberek, tehát a normál emberek körében azért a minimálbér az nem igazán egy célpont. Tehát mindenki egy kicsit fölötte szeretne keresni, hiszen a minimálbérből se nyugdíjat nem kap, előbb vagy utóbb a TB ellátást is valószínűleg korlátozni fogják, tehát nem lesz teljes körű, 5-10 éven belül szinte biztos. Tehát magasabb béreket kellene adni, és én úgy gondolom, hogy ebben megint én Pécsváradon belül példamutatóan járok el, hiszen nincs egyetlen egy minimálbéres emberem se, minden emberem minimum a 2-szeres minimálbért keresi, és ezt is kéne megcélozni. Ez az én ötletem. Dr. Viro Ferenc kíván reagálni. Igen, tehát óra indul most. Nincs mire reagálni, mert én a kérdésre szeretnék válaszolni. Jó. A kérdés pedig az volt, hogy mi lesz az úgynevezett gyógypedagógiának. Bocsánat. Ja, bocsánat. Elnézést. A gyógypedagógia sorsa. Én nagyon jól tudom akkor, amikor megszűnt az önálló léte a pécsváradi kisegítőiskolának, akkor gyakorlatilag sokan aggódtak, hogy meg fog szűnni, előbb-utóbb beolvasztják Komlóra, és ez a folyamat azóta is tart. Akkor ennek személyesen utána jártam, és utána érdeklődtem olyan megyei potentált vezetőktől, akiktől egyértelműen az a nyilatkozat hangzott el, hogy szó sincs arról, hiszen ez egy 1,5 milliárd forintból épült épületkomplexum, és a legjobb ilyen vonatkozásban a kubatúráját illetően az egész megyében. Tehát szó nincs arról, sőt nyugodtan be lehetne perelni őket, hogyha ezt más célra használnák, mert ez speciálisan erre készült.
ennek minden kiegészítő létesítményével. Tehát nem kell aggódni emiatt, az átszervezések azok mindenhol folyamatban vannak, tehát nincs külön önálló vezetés ennek az iskolának, hanem Komlóról látják el, de ez racionális nagyon sokszor, meg a gazdasági vezetést is, ez nem jelenti azt, hogy megszüntetik. Tehát én úgy gondolom, Pécsváron ez 70 munkahelyet jelentett egyébként a fénykorában, most talán ilyen 40 munkahelyet, én ezt nem becsülöm le, és higgyék el, hogy azért küzdünk az utolsó pillanatig, hogy itt ne érjen ilyen hátrány bennünket, hogy megszüntetik. Köszönjük szépen. Most akkor önökhöz fordulnék, kedves közönség. Van-e valaki, aki szeretne kérdést feltenni a jelenlévő két polgármester jelöltnek? Biztatom önöket, hogy legyenek bátrabbak. Igen, bocsánat, utána te jössz a visz. Tisztelt polgármester, azt szeretném megkérdezni, hogy ha nincs a mellékutakra pénz, tudom, hogy ez nem olyan egyszerű, említett 53 kilométert. Ha összefognánk és Komlóról hoznánk ezt a nagy zúzott kavicsot, ami olyan, mint az öklünk, és társadalmunkában, mert volt társadalmunk azelőtt is, nyilvánvaló, hogy mindenki fogna a taliskát meg a lapátot, hogy nem kell 15 évig várni erre. Köszönöm a kérdést. Köszönjük szépen. Tehát, város... bocsánat, ki szólt a kérdés, azért azt kérdezzük meg. Polgármester, igen, tehát... Jó. A következőt szeretném mondani ezzel vonatkozóan. Mi nagyon szívesen veszünk mindenféle, sőt, van olyan egyéni kezdeményezés is, hogy valaki közterületen akar létesíteni valamit, vagy akár az úton, vagy bárhol, a város mindegyiket eddig támogatta, ha mással nem anyaggal. Tehát ha azt mondja az az utca, hogy ő szeretne ilyen zuzalékot, akkor megnézzük is a költségvetésünkből, ez kijön, megcsináljuk, még a gépünkkel is segítünk. Tehát ez megy. Gyakorlatilag most nemrég itt a társasházak előtt a parkolót rendeztük ugyanígy ilyen módon, tehát tettünk rá zuzalékot. Igaz, hogy ott is sokáig kellett nekik várni, de azt is tudni kell, hogy nem mindig kapunk kedvezményesen ilyen zuzalékot, akkor nagyobb mennyiséget szoktunk vásárolni. Nyitott kapukat döngete vonatkozásban, de ismerni kell, hogy milyen hosszú az utca, és mennyi az az igény. Jó? És ezt a költségvetéshez kell majd igazítani, de ennyi pénzünk mindig volt. Köszönjük szépen! Dr. Birofensz 40 percet használt el a rendelkezésre álló időből. Volt még egy jelentkező a nézők között. Gyöngyvér, itt az Aliz, légy szíves akkor a mikrofont. Elnézést, bocsánat. Csak egy kérdés, akkor hogy azt beszéltük, hogy a kérdéseknél nem kell elindítani az órát, ugye? Hát a válaszoknál. Tehát a kérdés, hát a megszólalási időt mérjük. Meglátjuk a végén, hogyha úgy gondoljátok, maradhatunk. De túl sok kérdést tesz a polgármesterhez, mert nyilvánvaló akkor... Nem, kérdezzünk a Jánostól is, mert van itt neki szóló kérdés is, majd akkor utána fölteszem a... Jó. Jó, tehát akkor az Aliz... Megfeljen majd a polgármester kérdéseire te válaszolsz. Mindenképpen válaszol. Mert még lesz idő. Oké. Bíró Ferenc polgármester jelölt úrtól szeretnék kérdezni, hogy miért nem vállalja fel a pártállását. Tudjuk, hogy függetlenként indul. Engem az érdekel, hogy miért függetlenként. Ugye sokunk számára köztudott, hogy polgármester úr volt már baloldali független, és jobboldali független is. Hol voltam? Nem értettem. Baloldali független is volt már, és jobboldali független is. Ezzel még senki nem vádolt meg. Jó, tehát azért mondom, hogy szinte... Bocsánat, akkor nálad a... Jó, ez kár volt föltenni ezt a kérdést. Aki nálam bárki tudja bizonyítani, hogy valaha baloldali voltam, vagy a kiszen kívül bármi baloldaliságot rám lehetne sütni, akkor azt kérem álljon föl, mert soha nem voltam baloldalon, és én ezt nem szégyellem, se a kötődésemet, de úgy gondolom, hogy nincs szükség, mint ahogy arra sincs szükség, hogy a Jobbik ilyenkor választások idején előjöjjön, és úgy egyébként sehol nincs 4 év alatt. Én nem döngettem a mellem soha, hogy én Fidesz tag vagyok, hogy a Fidesz megyei listáján vagyok, mert én úgy gondoltam, nincs ebben a városban erre szükség. Rendes, tisztességes emberek vannak, és vannak mások, és vannak, akik politikai szándékokat hangoztatnak, rasszizmustól kezdve mindent az ég világon, csak ilyenkor választások idején keresik meg azokat, akiket ugye egyébként utálnak. Jó. Bocsánat, tehát újabb kérdést feltevő.
A Nándit megkérjük, hogy ragadja magához a mikrofont. Kőszegi Nándor vagyok, Pécsváradon. Először úgy tudom, hogy indult cigány származású képviselő. Én szeretnék dr. Bíró Ferencnek feltenni egy kérdést. Én voltam az önkormányzatnál közmunkásokkal kint dolgozni. Volt akkor is vasárnap, meg volt akkor is szombat. Én azt hiszem, hogy akkor tiszták voltak az utak. Én úgy tudom. Nem volt tunimog, nem volt semmi, csak a tata, meg a traktor. De az emberek dolgoztak. Hajnali 4 órakor, és ezen a télen sajnos járhatatlanok voltak az utak. Ez volt én a csak kérdés. Ezt szeretném, egyenlőre még ezt szerettem volna megkérdezni. Igen. Jó. Ha szólíthatom Nándinak, Kőszegi úr, akkor a következő helyzet. Valóban, mikor ön így dolgozott, sokkal hatékonyabb volt a munka, csak az nem mindegy, hogy ezt milyen eszközökkel érte el. Ha megkérdeznénk a közmunkásokat, hogy ez hogy történt, akkor a fizikai erőszaktól minden előfordult. Ön ezt most visszautasíthatja, de ezért nem került sor a további alkalmazására, mert úgy gondolom, hogy ez megengedhetetlen. Azt el tudom mondani, és elismerem az ön munkáját, de ön is mondta, hogy akkor volt tata és volt az etor. Most egyik sincs. Nem volt. Igen. Kérdés? Jó. Jó. Ez nem csak választások előtt van így. Az tény, hogy a fűkaszálást idén nem olyan tempóba győztük, és nem azért, mert újabb és újabb fűkaszákat szereztünk be, hanem a következő a helyzet. 14 millió forintért nyírták eddig a városba a füvet egy profi csapat. Mi úgy gondoltuk, hogy ezt meg tudjuk oldani úgy, hogy pályáztunk gépekre, nem kerültek pénzbe, és a közmunkásaink közül sokan elvégezték a tanfolyamot, csak nem győzték idén. Önök is tudják, nagyon jó esős időszak volt, sokkal többet kellett otthon is nyírni a füvet, ez volt a baj. Bérelhettünk volna még, és megtehettük volna, lehet hivatkozni arra, hogy ezt valamikor jobban csinálták, én ezt nem is vonom kétségbe, csak a dolog lényege az, hogy az önkormányzat az úgy döntött, hogy ezt saját erőből a Vár Kft-n keresztül oldjuk meg, mert akkor megmaradt 16 millió forint. Uram. Tudunk rajta még javítani, meggyőződésem szerint alkalmazunk most munkavezetőt, aki biztos nem lesz olyan hatékony, mint a Nándi volt, de hangsúlyozom, a probléma az nem ebből fakadt. Köszönjük szépen. János, kívánsz esetleg valamire reagálni? Nem. Jó. Akkor, ha megengeded, most neked tennék fel egy érkezett kérdést. A művelődéshez programjával az... Ha minden kérdés hozzám jön, akkor valóban állítsuk meg az órát, mert most már folyamatosan úgy gondolom, hogy ez... Szerintem a kérdéseknél nincs értelme. Így is elment legalább 7 perc a válaszokra. Jó. Egyetértetek? Akkor a kérdésekre... Visszahagyjuk. Jó, tehát azért mondom. Tehát akkor a kérdésekre, akkor hogy mérjük az időt? Nem menjen az idő. Hát ez. Nem érjük, tehát demokrácia egyében, most bocsánat, rögtön megadom majd ott is a szót. János már tényleg régen beszélt, és akkor, hogyha megengedik, akkor most neki tennék fel egy kérdést. Érkezett a kérdés. A művelődéshez programjával szerintem már nem érdemes foglalkozni. Kifejtettétek mind a ketten, amit szeretnétek. A második kérdés így szól, hogy az etikai kódexben mit képzel el, miben változna ez Pécsváradon? Tehát az etikai kódex ugye valamilyen szinten azért egy kicsit nehezen meghatározható dolog. Én mire gondolok? Egy olyan
kódex ugye maga egy valamilyen könyv, tehát egy olyan írott anyagot létrehozni, amiben megfogalmaznánk Pécsvárad alapelveit, ami egyébként nyilván tartalmazhatja a 10 parancsolatnak az elemeit is, és én arra kérném a pécsváradi lakókat, hogy ezt saját aláírásukkal jegyezzék ellen, és ezzel is álljanak amellé, hogy a városban bizonyos dolgok, most apró dolgokat hagy ragadjak ki, nagyon fontos, amit én betartottam eddig is, és ezután is be fogok tartani, ha pécsváradi vállalkozót találok, vagy pécsváradi embert pécsváradi munkára, csak őt választom. Ez egy pont, ez lehetne egy ilyen pont, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hiszen az a pénz, amit kiadunk, az itt marad, itt adózik, és így tovább, és így tovább. Tehát ezeket fontosnak tartom, és ilyen jellegű pontokból állna ez az etikai kódex, hogy igenis próbáljunk együtt úgy dolgozni, hogy a várost közben ez a folyamat vigye előre. Köszönjük szépen. Akkor ezt az időt most mérjük? Igen. Nem tudom, nem kell, jó, akkor... Nem, jó. De én reagálok rá, mindegy. Mérjem az időt? Azt kívánják, mert akkor mérjem. Nem, a következő, szeretnék válaszolni erre a kérdésre. Röviden csak annyit, hogy a pécsváradi vállalkozók, hogyha ezt akarjuk az etikai kódexbe, akkor örömmel jelentem, hogy ez nálunk etikai kódex és törvény. Olyan vonatkozásban, hogy az elmúlt 8 pályázatot, vagy 7 pályázatot, kivéve, amit az AIV végzett, valamennyit pécsváradi vállalkozás kapta meg. Összehívtuk azokat, akik egyáltalán képesek építésre, elmondtuk nekik a feltételeket, pályáztak, közbeszerzés történt, és pécsváradiak nyerték el. Az alvállalkozók is mind pécsváradiak voltak. Kiszámoltam, 700 millió forint jutott így a pécsváradi vállalkozásokhoz. Azt nagyon sajnálom, hogy nincs mezőgazdasági vállalkozás, mert akkor nem tudunk új tojóketreceket rendelni, de hát azt máshonnan megteszik. Jó, János. Hát erre reagálom kellene, ugye a kicsit a mezőgazdaság felé elment a történet. Tehát nyilván azért bíró úr elég messze van ettől a mi szakmánktól, tehát most erről szerintem annyira ne beszéljünk, de azért azt tudni kell, hogy ezeknek a beruházásoknak nagy részénél azért előfordul az, hogy egy jó nagy kunkorral kerül vissza a pécsváradi vállalkozóhoz ez a munka. Azért azt is elmondanám, de nem csak építészetről beszélek egyébként. Tehát bizonyos fővállalkozók ezért csak-csak nem pécsváradiak, majd aztán visszajön ide. Tehát én úgy gondolom, és ezt az AIV-et ne hagyjuk ki. Tehát az a 700 millió, az AIV-nek mennyit adtunk? Hát a 700 millió elenyésző hozzá képest. Tehát én azt mondom, hogy igenis harcolni kell, és nem értek azzal egyet, amit a bíró úr a fórumán mondott, hogy tegyük fel a kezünket, mert az állam vagy valaki azt mondja, hogy csak az AIV csinálhatja. Én úgy gondolom, hogy ha nem csinálhatja pécsváradi, egyébként akkor se az AIV csinálja. De ha nem csinálhatja, akkor harcolni kell ellene. És itt egy pillanat visszakanyarodnék egy Szilágypusztai történetre. Ugye azt mondja a polgármester úr, hogy Szilágypusztának munkára van szüksége. Nem munkára van szüksége, meg kellett volna tartani ezt a vágóhidat, és ahhoz pedig ki kellett volna állni. Mi volt Gyulán? Mi volt ezeken a helyeken? A helyi önkormányzat, a helyi aktivisták kiálltak mellette. Itt utólag akarunk. Én elmondom önöknek, voltam hasonló helyzetbe még alkalmazotti koromban, ami vágóhíd egyszer leáll, az nem indulhat újra. Egy-két hónap után nem felel meg semmilyen szabványnak. Mit akarunk Szilágypusztán újraindítani? Nem lehet. Akkor kellett volna megőrizni. Erre annyit reagálnék, hogy higgyék el, hogy én megtettem mindent, amit én megtehetek. Külföldi tulajdonosa van, önök talán nem tudják Szilágypusztának. Egy cseh tulajdonos. Aki úgy döntött, nagyon egyszerűen hidegen, nem érdekelte, hogy 50 ember vagy 70 ember marad munkanélkül, lezárta. Ennyit a vállalkozóról. A vállalkozó az úgy gondolkozik, hogyha veszteséges, lezárom, nem szociális lény. És itt ez történt, és én többször mentem el, és ma is érdeklődtem, meg 2 héttel ezelőtt is, hogy nincs-e valaki, aki elindítja. Mert valóban elkótyavetyélik és elveszik, de a városnak erre nincs ráhatása. Higgyék el, az egyik legjobb adózónk volt az Agrover, és csak ezért is nagyon fontos, és minden ilyen vállalkozásnál utána érdeklődök, nem csak az, hogy rendesen adófizetője, hanem azt is, hogy mi történik vele, és hogy tudunk-e segíteni, mert már ilyen is volt. Pillanat. Köszönjük, azt visszautasítanám, János, hogy a vállalkozó nem szociális lény. Tehát aki ezt mondja nekem, bocsánat, megsért. Akkor miért zárta be Szilágypusztát, és ott 50 ember munkanélkül maradt, vagy 60? És egy az a vállalkozó, az egy vállalkozó.
Jó, Ferenc, akkor tehát ne keverjük össze. Itt minden vállalkozót most megsértesz. Én magam szociális lénynek tartom magam. Ez nagyon fontos. Egészen addig, hogy veszteséget termel a vállalkozásod, és te fizetsz bele, na ne itt nem arról van szó, hanem te most minősítettél egy csoportot. Bocsánat, én magam is, senki nem mondhatja azt, hogy én nem vagyok szociális lény, és vállalkozó vagyok, és vettem föl olyan embereket, és az önkormányzathoz is olyan embereket veszünk föl, akik valahogy szociálisan rászorulnak. Nem sommásan mondtam, hogy a vállalkozók nem szociálisan, hanem úgy nem szociális lény, hogy nem hajlandó, mert a vállalkozás lényege az, hogy akkor kell abba hagyni, amikor veszteséget termel. Ez egy alaptörvénye, a kapitalizmus így működik. Én erre értettem, hogy szociális szempontból, aki tőlünk 1000 kilométerre van, és ő a tulajdonos, az így fog dönteni, és nem érdekli, hogy ott hány család nyomorog. És a másik dolog, amit akartam még mondani, az, hogy ilyenkor viszont nagyon fontos lett volna az a bizonyos politikai kapcsolat szerintem. Bocsánat, Csehországban nincsenek politikai kapcsolataim. Úgy tudom, hogy ott még ráadásul más színű kormány is van. De ugye Szilágy Puszta az nem ott van. Tehát itt. Szilágy Puszta. Bocsánat, de a tulajdonos ott van, és ezek, akik ott ülnek, ezek egy lépést nem tesznek a tulajdonossal való konzultáció nélkül, mert röpülnek. Erről van szó, és röpült az előző, és aki hibát követett el, a városnak itt erre semmilyen ráhatása nincs. Köszönjük szépen. Újabb kérdezőt, a Köszegi úr legyesztő, és akkor a mikrofont, bocsánat, ő jelentkezett előbb. Tiszteltem, doktor úr, nekem csak egy kérdésem volt. Mikrofonba tessék, ha szeretnék kérdezni. A gyalog átkelés, az Ebrárok, Pécsváradok, csak így érzem, hogy meg az iskolán, hogy átmenjenek. Az egész? Értem. Az egész népek ide gyűlnek az alsó iskolának? Most maga szerint olyan drága ez a festék, a gyalog átkeléhez. Kellene a felsőbótnál egy, az óvodánál, a Somalomnál a busz megállónál, ami ott van minden reggel, meg itt a Vasbótnál is kellene. Jó, tehát gyalog átkelő hely. Válaszolhatok? Más nincs kérdésem. Úgy van, mint szülőfalunkban úgy mentek a tehenek ki a legelére, mi úgy megyünk Pécsváradon. Ez így van. Most átcsúszunk, vagy nem? Józsi bácsi, az a nagyon nagy baj, hogy a tehenek hosszába mennek az országúton, és maguk meg át akarnak kelni. De visszatérve a kérdésének a lényege az, hogy ez régóta felmerül Pécsváradon, ez a zebra kérdés. Higgyék el, hogy ez ügyben is megpróbáltunk eljárni évekkel ezelőtt, de megbukott minden azon, hogy ez gyakorlatilag egy hihetetlen bonyolult tervezési, engedélyezési eljárás, amit ráadásul a KPM kezdeményezhet csak. Mi kihívtuk a KPM-et, elkezdtünk tárgyalni velük, szeretnénk zebrát oda a főtérre, meg az iskolához. Eljöttek és azt mondták, igen, de előbb forgalomszámlálást tartunk. És 1000 dologhoz kötik, egy a lényeg, hogy ki akartak bújni belőle, mert ez nekik pénzbe került volna. Mi nem csinálhatjuk meg. Mi csináltunk illegálisan egy-két olyan dolgot, hogy kiemeltük a járdaszegét, meg bármit. Egy este szép csendesen le lehetne festeni, és nem tudjuk, hogy ki, mert az is megoldása föl van festve, de bizonyára akkor keresni fognak bennünket másnap a rendőrök. Tábla nélkül sért semmi. A másik, megpróbáltunk az iskolánál is föltenni villogót, meg táblát, meg minden, ezt lehet, de ez is mondjuk egy olyan tétel. Az iskolánál látom egyedül indokoltan az, hogy az veszélyes, ott ki fogjuk harcolni, hogy legyen ilyen sárga lámpás lassító legalább. Próbáltuk azt, hogy fekvőrendőr, tehát azt, ami Szigetváron van, kiemelkedik az út, az sem megy, az se engedélyezik, csak bizonyos forgalom mennyiség mellett. Sutyomban megcsináljuk el, Józsi bácsi tartja a vödröt, én festek egyet. Jó. Jó, köszönjük szépen. János kívánsz erre reagálni, nem? Ott szemben a szemüveges úr jelentkezett egy kérdésre, egy önyvér létszeres oda, és utána Alice, bocsáss meg, őt láttam előbb. Jó estét kívánok! Egyforma a kérdés mind a két úrnak. Az ön programja mibe kerül, ebből mennyi pályázati pénzből szeretne kihozni,
valamit, mennyi ön erőből és milyen fizetésér. Köszönöm szépen. Mennyi az én havi fizetésér? Szinsejtettem, de válaszolok szívesen. Kezded? Nem, csak hogy kérdezem még egyszer, a harmadik része az mi volt, hogy milyen... Ja, na jó. Azt most nem tudom megmondani, hogy mennyi lesz. Leendőbb életekre kíváncsiak. Mondod, vagy mondjam? Hát mondjad először, te mennyi nem. Jó, tehát ugye a polgármesternek a fizetése az törvény által meghatározott. Most változott, annál se több, se kevesebb nem lehet. Ez a fizetés. Kevesebb lehet is. Annyi... Hát kevesebb lehet. Kevesebb lehet, nyilván le lehet róla mondani. Nem ez hajtott. Egyébként a programhoz, a beruházásoknak a túlnyomó részéhez pályázni kell. Ez sajnos olyan dolog, amit nem lehet megkerülni. Tehát most mondhatja valaki, hogy majd itt kifacsarjuk az embereket, közel nem lehet annyi pénzt nyilván kiszedni se az emberektől, se az itteni cégektől. Tehát ez nagyon fontos. Viszont az is fontos, és ez tényleg egy lényeges dolog, hogy az, aki viszont itt dolgozik, segíti a város, ugye a város úgymond táplálja a vállalkozását, azok viszont fizessék be a rájuk kirót adót. Tehát ez fontos, ez évről évre mindig vannak olyan cégek, akik nem fizetik be, és ugye most itt talán ugyanazt valljuk mind a ketten, hogy ezek a súlyos 10 millió forintok bizony hiányoznak a költségvetésből, az biztos. Hát én a következőt mondanám erre, teljesen egyetértve azzal, amit mondott János, pályázni kell. Én tudom konkrétan, és én megjelöltem a programokba, hogy mely programokat szeretnénk, a programelemeket pályázatból megvalósítani. Ehhez azt kell tudni, hogy a pályázaton kívül van az önkormányzatnak ebbe az évben 35 millió forint mozgástere. Ebből mi megcsináltuk a várszálló középszűr szintjét és a zeneiskolát. Ennyire futotta, az összes többi az ilyen kisebb pályázatokból leszakított pénzek, amikkel anyagot vásároltunk, startmunkaprogram, amiből kisebb javításokat végeztünk. Ez a mozgásterünk. Ennyit tudunk saját erőből. Önrészt elsősorban 100%-os pályázatokon próbálunk indítani, ami most elég sok volt, és akkor van az önrész kérdése, mert azzal is nagy csapdába lehet kerülni. Például ez az önrész, ez közel 80 millió forint volt az iskola esetében. Ezért kellett hitelt felvenni. Hitelt felvenni most pedig nem lehet, mert december 31-én nullás költségvetésének kell lenni, és csak kormányengedélye lehet. A fizetésem jelen pillanatban is kezdettől fogva szeretném elmondani, nem Zsáli János fizetése volt, hanem a minimum. Én ezt kértem, ami törvény szerint meghatározott, és az 7 év alatt nem változott. És most se fog változni, most is ugyanazért látom el, ami úgy tudom, hogy kevesebb volt, de meg se kérdeztem. Nem azért, higgyék el, nem a pénzért csinálom. Nyilvánvaló az is számít, nem utasítom vissza, de én nekem a jövedelmem az másból van. Köszönjük szépen. Gyöngyvére, az Alice kért szót, tehát Andrics Alice következik. És utána majd szeretnék én egy kérdést a papírjomból feltenni, mert még mindig nagyon sok kérdés van. Igen. Oké. Okay. Polgármester úrnak megköszönöm a véleményét, de engedje meg, hogy erre reflektáljak. Ugyanis én azt gondolom, hogy a Jobbik Pécsváradi szervezete nem csak választások kapcsán vállal szerepet, mert ugye ezt nagyon sokan azonosítják velem is, és azért én nagyon sok rendezvényen jelen vagyok, és akár a kétkezi munkámmal is segítem. Ez nem függ össze a választásokkal. Az egy dolog, hogy vállaltan pártszínekben indulok, de nem is ez a lényeg. Polgármester úr is... Ha annyira nem fontos önnek a pártállás, akkor miért van fenn a Fidesz megyei listáján? De ez csak egy költői kérdés volt, nem ez a kérdésem lényege. Azért, mert úgy gondolom, hogy a kapcsolatrendszerem nek ez tulajdonképpen használ. Az, hogy engem Nagy Csaba, a Pécsi alpolgármester, aki a megyei közgyűlés elnöke, felkér erre a megtisztelő feladatra, még ha nem is jutok oda be, úgy gondolom, hogy ez használ a városnak. Minden bizonnyal azért tette ezt, mert politikailag valahogy ismertek. De mondjon egy olyan eseményt, ahol én döngettem a mellem, hogy Fidesz, vagy hogy a kormány, vagy bármit az önkormányzatnál. Ugye egyébként pedig az a véleményem, én tisztelem a Jobbikot, meg a véleményét is, de önök sehol se voltak. Ön személy szerint igen, egyedül volt polgárőr, meg Jobbik. És kész, és ezzel vége. Jó, ez költői kérdés volt. A kértésem az, hogy... Ez költői válasz volt. Köszönöm.
Mit gondolnak a polgármester jelölt urak arról, hogy bizonyos baráti kapcsolatok révén különböző szerződésekre indokolatlanul magas megbízási díjat fizet ki az önkormányzat? Bocsánat, konkretizálja, jó? Mert ez a fajta lapos csúsztatások, amikor mondja ki, hogy mit akar kérdezni, és akkor majd válaszolom. Jó. Például a várban ez a beöltözős játék kapcsán kifizetett megbízási díjra gondolok. Hogyan? Milyen megbízási díjra? Vár. A várban, amikor ugye ilyen középkori ruhában... Ezt egy pályázatból fizették ki a legjobb tudomásom szerint, de a Vár Kft. Kötött szerződést az illetőkkel, akik ezt végezték, és ez nem baráti kapcsolatok révén volt, mert én még ráadásul azt se tudtam, hogy ilyennel foglalkoznak. És az, hogy mi indokolt egy árnál, ne haragudjon ön, erre egyáltalán nem kompetens. Jó. Benkő Laci kért szót, Gyöngyvér. Ja, bocsánat, elnézést, ne haragudj, Alisz. János, parancsolj. Igazándiból hallottam erről a dologról, de a pénzügyi hátterét azt nem tudom, hogy honnan finanszírozták ezt a történetet. Én egy olyan elbeszélést hallottam, most ez nyilván a polgármester úr ezt vagy megerősíti, vagy nem, hogy olyan megbízást adtak, ha jól tudom, én erről a várról nem hallottam, megmondom őszintén, hanem ezt az utazás kiállításon hallottam, hogy ott volt egy ilyen jellegű probléma, hogy bizonyos beöltözésért vállalkozói díjat számláztak, ami összekeverték a három nap és a napnak a díját, és egy kicsit túl magas lett. Én ezt hallottam, ezt képviselőtestületi tag mondta el. Most, hogyha ez nem igaz, akkor elnézést kérek. Egyébként még talán összegileg is úgy tudom, hogy 450 ezer forint volt ez a három napon eltöltött 6-8 óra. Tehát ennyi volt a vállalkozói díj. Én ennyit hallottam, de mondom, mivel nem tudom a hátterét, nem akarom ezt minősíteni. Jó, én a következőt tudnám erre mondani, mielőtt itt látom, hogy hozzászólásra jelentkezett az, aki ezt végezte, ezt a tevékenységet, hogy erre megvolt a pályázati pénz. Ez ugye egyébként Gebhardt Csaba, hogyha élne, akkor elmondhatná, mert ezt a szerződést ő kötötte. És gyakorlatilag én úgy tudom, hogy ez egy alkalomra szólt, de pontosan nem tudom, és különösebben nem is érdekel, mert megvolt a pályázati fedezete. Lehet azt mondani, és lehet azt sejtetni, hogy nincs rendben a Vár Kft. Környékén valami, vagy az önkormányzatnál, de akkor legyenek szívesek, fáradjanak be, konkretizálják ezt, nézzék meg, hogy fizették ki, minden adat nyilvános. Ezek a fajta sejtetések jutnak oda, hogy majd ellenőrizzük, hogy majd megfogjuk, hogy majd korruptak, és sorolhatnám még mi mindent. Tessék tisztességesen tájékozódni, mielőtt itt ilyeneket próbálnak elhitetni valakivel, hogy nincs rendjén a dolog, de Csizmadia László szólásra jelentkezett, ez őt érinti. Pillanat, Csizi, várd meg a mikrofont, légy szíves. Én és a testvérem voltunk azok a galádok, akik merészeltünk 150 ezer forintot kérni azért naponta, hogy az utazás kiállításon nagyját tettük Pécsváradot azáltal, hogy a testvérem által vart közel 200 történelmi öltözetbe be lehetett öltözni ingyér, ugye egyébként, mármint hogy az ott lévő személyeknek, illetve az általam készített 45 darab történelmi fegyverrel lehetett pózolni. Ajánlom, hogy menjenek föl az internetre, és nézzék meg, mennyiért lehet egy napra egy Miki Egér jelmezt bérelni, 5 és 6 ezer forintért. Mi 200 történelmi ruhát, ha bérbe adnánk 4-5 ezer forintért naponta, de mi 4 napra adtuk bérbe, akkor csak ez a díj lenne 3-400 ezer forint. Plusz még 4 diplomás, magasan képzett ember vett részt a kiszolgálási folyamatban, és utána a pécsváradi várba pedig szemtanúi lehettek ugyanennek a folyamatnak ingyér.
Ha ebbe talál valaki valami kivetni valót, akkor most szóljon. A félreértés egyébként abból eredeztethető, hogy a Turizmus ZRT, aki minket erre a produkcióra ajánlt, a 150 ezer forintos napi díjat mondott, amit Gebhardt Csaba Isten nyugosztalja félreértett, és azt hitte, hogy ez a 4 napi bérünk. Ebből komoly félreértés támadt, ami mindkettőnknek nagyon kellemetlen volt. Köszönöm. Utólag fizették ki, ezt tudom. Köszönjük szépen. Nem tudom, kívántok erre bármilyen módon reagálni, tehát nem kíván senki. Akkor, ha megengedik, a jelenlévők most egy előre leadott kérdés. Nem olvasnám fel, hiszen az se derül ki, hogy kinek szól a kérdés, csak annyit írtak, hogy kérdés. Tulajdonképpen a kérdező azt kifogásolja, hogy túlságosan sok szó esik a városi intézményekről, a különböző rendezvényekről, illetve hát a beruházásokról, hiszen eddig is jóformán tényleg csak erről volt szó. Hiányolja, hogy miért nem esik szó a lakosság ellátásáról, kereskedelemről, szolgáltatásról, munkahelyteremtésről, ipari parkról, zöld hulladék, építési törmelék elhelyezéséről. Hát most nyilván erről egész este lehetne még beszélni, annyi sok témát felhozott, illetve hiányolja még a kérdező, hogy az egyedül élők és más rétegek szociális helyzetével, lakásfenntartási problémáival miért nem foglalkozik az önkormányzat. Hát én úgy gondolom, hogy mind a ketten kifejthetitek ezzel kapcsolatban nézeteteket. Kezdeném. Hát a zöld hulladék téma az, hogy a saját fórumomom, illetve a programomban is leírtam, az egy fontos kérdés. Összekapcsolva egyébként a fűnyírással. Tehát az, hogy hozzunk egy döntést, hogy ettől eddig kell nyírni, attól addig nem, ez teljesen tényleg az önkormányzat képviselőtestület határozta meg demokratikus módon. Az már más kérdés, hogy a kommunális adó az nem változik. Tehát hogyha ugye az is ebből ilyen indoklással annyi amennyi. Tehát fontosnak tartom, hogy ezt le kell akkor valahogy redukálni, tehát át kell ezt számolni, hogy akkor ha az önkormányzat nem vállalja át, vagy nem tudja ilyen szinten lenyírni a füvet, akkor ez szerepeljen a kommunális adóba is egy mínuszos tételként. Ha viszont ami szerintem jobb lenne, mert az egyértelmű, hogy egységes fűnyírás az nincs. Tehát van, aki szorgalmas, van, aki kevésbé. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy ezt együtt kellene kezelni, és ez maradjon önkormányzati vonalon. Arról nem beszélve, hogy vannak olyan korú emberek, akik ha akarják, ha nem tudják megcsinálni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez maradjon önkormányzatnál. A zöld hulladék elszállítás nagyon fontos, mindenképpen vissza kell állítani, és ezzel együtt ezt az indián tüzes dolgokat, ezeket meg vissza kéne kicsit szorítani. Ezt nagyon sokan hívtak, én ha százat mondok, lehet, hogy keveset mondtam. Ennyien közölték azt, hogy próbáljunk ennek érvényt szerezni, hogy ne lehessen tüzet rakni belterületen. A külterület nyilván egy más történet, ott bizonyos dolgok megengedhetőek. És az nagyon fontos, hogy itt a hulladéktárolási dolgokat is egy kicsit tisztázni kell, és elnézést kérek, ebben nem vagyok azért napra kész, hogy ez hogy van, de egy biztos, egy dolgot láttam, hogy az önkormányzati jármű jelenleg is visz hulladékot nem a kiépített új hulladéktárolóba, hanem beviszi a régi szeméttelepre. Tehát ez nagyon fontos, hogy most ki kéne találni, hogy akkor most melyik működik. Mert azért csináltuk az újat, hogy nem lesz a régi. Nem szennyezzük tovább a város környezetét. Erre most oda visszük a szemetet. Most valamiféle válogatást láttam, de hát a szemétnek egy része az ott marad. Tehát növeljük ezt a buckát. Munkahelyteremtés, nem akarom ismételni magam, tehát munkaadót kell idehozni. Tehát munkavállaló van, úgy gondolom, hogy abban egyetérthetünk. Tehát bárki szeretne itt dolgozni, nagyon sok embernek, fiataloknak nincs munkájuk. Ahhoz, hogy itt tartsuk őket, ahhoz az kell, hogy vállalkozókat kell idehozni, cégeket, és az ittenieket, meg még egyszer mondom, egy kicsit felpörgetni úgy, hogy több embert tudjanak alkalmazni. Nyilván itt esetleg az önkormányzat segíthet munkaügyi hivatalokon keresztül tanácsot adni, mikor lehet pályázni munkaerő megtartásra, vagy új munkahelyre, vagy bizonyos korosztályú, idősebb korosztályú embereknek a munkához való jutásához. Mi volt még kérdés? A szociális ügyek, miért nem foglalkozik vele az önkormányzat? Hát, az egyedülállókkal. Hát igen, tehát az egyedülállók helyzete az ugye az elég komoly helyzet, tehát, vagy meg nehéz helyzet is ez, nehéz feladat. Az egyedülálló ugye az nem azt jelenti, hogy feltétlenül igénybe akarja venni ezt.
Tehát nagyon nehéz megtalálni azt, hogy ki az, akit segíteni kell. Nagyon sok emberrel beszéltem, aki nem mer szólni. Na most, hogyha nem jut el az információ, akkor nem lehet segíteni ezeken az embereken. Én úgy gondolom, hogy van itt olyan bizottság, akinek ez feladata lehet, hogy egy általános felmérést tenni, ahol személyes, tehát még egyszer mondom, személyes viszonylatban elbeszélni ezekkel az emberekkel, lehet, hogy ezeken a fórumokon, ezeken a beszélgetéseken elmerik mondani azt, hogy igenis ő tulajdonképpen létminimumból él, nem tudja ellátni az alapvető szükségleteit, nem tudja beszerezni az élelmiszert, mert ez és ez és ez van, és igenis erre szervezni kell egy csoportot, még azt is mondanám, hogy esetleg a polgárőrségnek egy bizonyos segítségét is igénybe lehetne venni. Ezt járművel meg kell támogatni, tehát igenis ezeknek az embereknek napi rendszerességgel vagy két naponta össze kell írni, hogy mire van szüksége. Én úgy gondolom, hogy ez nem pénzkérdése, emellé az ügy mellé bárki odaállna, ismerve a pécsváradi polgárokat. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ezekre a kérdésekre nagyon egyszerű választ lehet adni, nagyon sokra ezek közül, például a szemétkezeléssel kapcsolatban. Város ezt saját rendeletben állapította meg, akkor, amikor az uniós szemétkezelési elvek életbe léptek. Az a következőt mondta ki, szilágy pusztai szemét lerakó megszüntetve, ott nem sitet és semmilyen más szemetet nem lehet elhelyezni, a szemetet messze szállítják, és ott szelektálják, és ezt a Biokon végzi, ebben még a kistérséggel állapodtak meg. Most más kérdés, a zöld hulladék vagy nyesedék kérdése, ahol a következőt tudom elmondani. Ez eddig a város addig elvégezte, mert könnyű volt kivinni szilágy pusztára. Akkor, amikor önök megveszik a Biokom zsákot, mit tudom én, 400 forintért, vagy nem tudom most mennyibe kerül, 350-400 forint, az egy kicsi zsák, amiben a fűnyesedéket be tudják tenni, akkor ez egy plusz költség, ami eddig nem volt. Lehetséges még ezt komposztálni is, de nem akarok senkit erre, mert nagyon sok embernek nincs kertje, úgyhogy tök fölösleges. Marad az, hogy beteszi vagy a kommunális szemétbe, aki ügyes és nem olyan nagy területe van, vagy zsákot vesz, vagy pedig elszórja a szanaszét, de a lényeg az egészben az, hogy a város, hogyha ezt elszállítja, akkor ez körülbelül 6 millió forintba kerül, csak a nyesedéknek az elszállítása, és ennek a megfelelő gyűjtőhelyre való szállítása. Hát nem beszélve, hogy horror összeg lett a sitt elszállítása, és ez egy hatalmas probléma, mert az emberek elszórják. Szilágy pusztán, amit átadtak nekünk területet egyébként, a volt szeméttelepet, a rekultivált szeméttelepet, újra kialakult egy kis szeméttelep. Mert az emberek gátlástalanul odaviszik és leborítják, mert nem akarnak fizetni érte. Láttam itt azokat a vállalkozókat, akik rendszeresen foglalkoztak sitszállítással, 60-80 ezer forintba kerül konténer nagyságtól egy-egy sitt. Tehát többe kerül majd ház lebontása, majdnem, és az elszállítása, mint egy fél ház. Tehát mi nem tehetünk róla, hogy ezek uniós irányelvek, csak egyet szeretnénk, hogy ne itt szórják el a város környékén, és ne itt, mert dűlőutakon és mindenhol elképzelhető helyen. Többek között az, hogy mi közterületfelügyelőt alkalmazunk, ez az egyik oka. Ezek rendszeresen éjszaka is, szombat-vasárnap, amikor leggyakoribb ezek a szemétszállítások, lesbe állnak. És nagyon sok följelentés volt emiatt már. Legalább 10-15 a rendőrséget most ez foglalkoztatja legjobban, hogy mi a fenének jelentünk föl embereket. Szemét nyomozás volt már, hogy megnéztük, hogy a szemetes zsákba ott volt a befizetési csekk. És tudtuk azonosítani, hogy kirakta le. És sorolhatnám még. Tehát küzdünk ezzel. Na most, hogy a város miért szállítja oda, elmondom. Van ott egy betonplac, ahol a temetői hulladékot, hangsúlyozom, csak a temetői hulladékot visszük oda, külön válogatják az emberek. És ugyanúgy, ami van ág és éghető, egyszer pénteki napon, amikor már elég nagy a halom, begyújtják. De azt is tudniuk kell, hogy Pécsváradot ez egyáltalán nem szennyezi, mert észak-délirányú a szél, legfeljebb szilágy pusztán vennék észre, de ez nem olyan mérvű. A többi szemetet pedig konténerbe elszállíthatjuk. Tehát a vasat, meg a műanyagot, meg egyéb mást, ami a temetőbe keletkezik. Tehát ezzel tudunk élni, hogy nekünk ne kelljen messze a Biokommal elszállítatni, és több millió forintot spórolunk meg ezzel. Úgy egyébként a
a tervünk az, elkészültek a lezárókapuk, tehát le lesz zárva a terület, és kamerát helyezünk el ott is, ahol gyakorlatilag, ezért azért mondom, hogy ez terjedjen el, ahol gyakorlatilag lebukik az, higgyék el, aki ott illegálisan szemetet dob le akár az ajtóba, nagyon kemény bírságokat kell fizetni. Környezetvédelmi hatóságnál tettük meg a feljelentéseket, azok esetében, ami nagyobb mennyiségű, vagy bizonyíthatóan a sittet odavitte, aki kis csomagot dobott oda, azokat a rendőrségen szintén ugyanezért. 14 vagy valahány feljelentés volt az elmúlt egy hónapban. Feladata a közterület felügyelőnek. Sokan vitatják, és ezért nagyon érdekes Bayernének a felvetése, hogy még több közterület felügyelőt, mezőőrt is, meg ezt is, igen ám, de miből? Tudják, mennyibe kerül egy embernek a bére, mert ez köztisztviselő. 2 millió forint. Jó, tehát lehetne, és biztos, hogy nagyobb rendet, és minden szemétkupac mellé, vagy minden dűlőútra lehetne állítani valakit, csak éppen nincs rá lehetőségünk. De ezt az egy közterület felügyelőt is nagyon utálják. Tudják miért? Azért, mert mer szólni, hogy miért áll oda arra a fűre, amit ő nyír. És nem baj az, hogyha ott lesz az a két kerék. Meg lehet ezekbe egyezni, ezekbe a dolgokba. Mi a jelen rendeletünket próbáljuk betartatni, és ezért nagyon sok, ha úgy tetszik, kellemetlen lakóság inzultus éri őt magát is, és bennünket is. Ha önök kívánják, akár meg is szüntethetjük, csak akkor nem a rend felé megyünk. Köszönöm. Szociális ügyekre volt még kíváncsi, nagyon rövid. Szociális ügyekkel kapcsolatban azt tudom mondani, aki ennél több szociális segítséget tud nyújtani, valóban annak, aki szól. De van figyelőszolgálat. Az idősek otthonában van, akik tudják, hogy hol lakik egyedülálló, elmennek, felkeresik. Kérdőíveket töltenek ki, hogy mikor szorul valamiféle ellátásra, kére valamit, étkezést, hogy föl tudja vágni a tűzifát, és sorolhatnám még mi mindent. Tehát ilyen szintig, tehát nem kell külön jelzőrendszer, megvan, erre külön alkalmazottaink vannak, akik ezt csinálják, házi szociális gondozás van. Az anyagi segítésükre a Család és Közösség Alapítvány annyi mindent talált ki, hogy sokszor azt mondta az ember, hogy most már ezt ne fokozzák, mert az, hogy évről évre emelkedik a rendkívüli szociális segély ilyen esetekben, vagy ruhaakciókat szerveznek, vagy sorolhatnám még mi mindent, mindezt a cél szolgálják, hogy segítsék őket. Tehát azt tudom mondani, hogy a városunknak ebben semmilyen szégyenkezni valója nincs. Köszönjük szépen. Nagyon sok kérdés, sokan jelezték, hogy szeretnének kérdezni. Benkő Laci már jóval korábban jelentkezett, hogyha megengeditek, akkor először neki adnám meg a szót, mert ő már az előbb kimaradt, és akkor utána majd megyünk szépen sorba, illetve még előttem is vannak kérdések. Laci, tiéd. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Nem kérdést szeretnék feltenni a polgármesteri jelöltekhez, hanem a zebra ügyet végre egyszer lezárni, mivel most elég sokan vagyunk itt, sokan hallják, és remélhetőleg a televízió előtt is sokan nézik. Zsáli János idejében indult a most jelenlevő egyetlen egy zebránknak a felfestési ügye. A KPM a kezelője annak az útnak, ahol ezt felfestettük. Egy forgalomszámlálást kértek hozzá, mert bizonyos forgalom nagyság után lehet csak zebrát felfesteni. Zsáli János is a megmondhatója, hogy ezt a forgalomszámlálás eredményét 10-zel vagy 15-tel kellett megszorozni ahhoz, hogy engedélyezzék ezt az egyetlen egy zebrát. Egyébként magam részéről, mint vállalkozó, én is azzal értek egyet, amit néhány éve Bogos Csaba mondott, vagy Jóska bácsi mondott, hogy egyik éjszaka föl kell festenünk egy zebrát, ha valaki vállalja ezt a dolgot, én nagyon szívesen segítek neki ezen az éjszakán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hagyott a mikrofont a Vali mögötted kért szót. Jó. Bocsánat, akkor. Ez a zebra... József vagyok. Ez a zebrához szólva, nem zebra kellene a Vár utca oldalánál, csak forgalom korlátozó tábla. Az iskola megszűnt a Tavasz utcába, de a tábla ott maradt, jobbról is, balról is, alulról is, a Vár utca felül is. Azokat a táblák ott kiásni, átvinni az oldalhoz, ennyi az egész. Hogy... Köszönjük szépen, Jóska. Köszönjük szépen, én magam se vettem észre, hogy ott maradt a tábla, áttesszük a jövő héten. Jó. János esetleg kimesz. Jó, akkor Vali, te következel. Én a polgármester úrról szeretnék kérdezni, hogy a közmunkaprogramban hányan vehetnek részt egy családon belül? Nincs ilyenfajta korlátozás. Nincs, akkor még egyet szeretnék kérdezni. Ugye ön az előbb azt tetszett mondani, hogy a cigányokat úgymond pártolja, védi.
ebbe egyet és értek, de akkor Pécsváradon miért van cigányságon belül megkülönböztetés? Faj megkülönböztetésre gondolok. Hát ezt nem tudom, ezt velük kéne megbeszélni. Nálunk nincs ilyen. De van. De na van, akkor doktorok. Tessék kifejteni bővebben. Közmunkaprogramban miért mindig a hegyi cigányok vesznek részt? Azt szeretném megkérdezni. Hogy értem, miért ők vesznek részt? Először is a közmunkaprogramra való jelentkezni kell. Ez az egyik. A másik pedig a közmunkaprogramra megpróbálnak azok közül is olyanokat választani, akik egy kicsit akarnak dolgozni, a másik pedig, hogy szociálisan olyan helyzetben vannak, hogy a gyerekek létét vagy a család létét veszélyezteti az, hogy 22 ezer forintból tengeti az életét, és mellette dohányzik és iszik, és van három gyereke. Na, ezeken próbálunk meg segíteni a közmunkaprogramokkal, ez is egy szempont. A másik szempontunk az az, hogy semmilyen ilyen megkülönböztetés nincs. Olyan viszont van, hogy három éves rossz tapasztalat alapján bizonyos személyeket, ha jelentkezek is, nem nagyon veszik föl. Nem azért, mert sajnálják tőle azt a pénzt, hanem mert semmit nem dolgozik, és a többi demoralizálja. Ennyi. És még egyet szeretnék. De ezt nem én határozom meg, hanem az, aki fölveszi őket. Igen. Köszönöm a választ, doktor úr. Még egyet szeretnék kérdezni. A bátyámat az előbb mondta, hogy milyen módon viselkedett a munkásokkal szemben. Akkor szeretném kérdezni öntől, akkor miért alkalmazták őt vezetői állásba, hogyha nem felelt meg ennek a kritériumnak? Bocsánat, én elmondtam, hogy én nagyon elégedett voltam a munkájával, és valóban akkor rend volt. Az, hogy miért nem alkalmaztuk tovább, az mögött pedig gyakorlatilag az van, hogyha kíváncsi, akkor azt is el tudják majd mondani azok, akik ezt észlelték, akiket megpofozott, vagy mit tudom én más módon, vagy agresszíven próbálta munkára, mondjuk ezt, de én ezt nem gondolnám, hogy itt kéne megbeszélni. Higgy el, hogy én elismertem a munkáját, közös kívánalma volt az összes közmunkásnak, aki ott volt, és a vezetőnek is, hogy ez tovább így nem mehet. Ennyi. Köszönöm szépen. Kérem. A választ. Közben nézem, hogy van-e kérdező. Van? Igen, akkor ott a hölgy igen, ő jelezte, és utána majd ott hátul, de megengedik, akkor majd utána én is feltennék itt kérdést, mert még mindig van nálam előre eladott kérdés. Jamie Gabriella vagyok, Martonfáról jöttem. Mi a pécsváradi közös önkormányzati hivatalhoz tartozunk. A jelenlegi gyakorlat az, hogy gyakorlatilag nem kapunk a működésünkhöz segítséget. A pályázati író csapatnak nincsen kapacitása arra, hogy a társközségeknek pályázatot írjon. Ezért pedig mi is fizettünk, 5 millió forint fölött fizettünk a közös hivatalnak a működési hozzájárulást. A polgármester jelölt úrhoz intézném a kérdésemet, Zádori úrhoz, mivel ugye mostani gyakorlatot ismerem, ezért bíró doktor úrtól nem kérdezem, hogy ezt a gyakorlatot szeretné folytatni, vagy a társközségeket is szeretné a közös hivatal szolgálni a jövőben megválasztása esetén. Köszönöm szépen. Most tiéd a szó. Mindenféleképpen, tehát én a saját fórumon elmondtam, hogy én arra törekszem, hogy minden ilyen önkormányzattal a lehető legjobb kapcsolatot kell kiépíteni. Most a pályázati dologban annyival vagyok előrébb talán, hogy a mi pályázati volumenünk az jelenleg a városnak a 30-40 szerese. Tehát ennyi pályázatot koordinálunk. Tehát úgy gondolom, hogy azt a csapatot, annak csak egy százalékos teljesítményét, ha kell, és ezt el tudom még egyszer mondani, tehát ingyen bérmentve rá tudom állítani erre a vonalra, akkor biztos, hogy erre is lesz kapacitás. Azt nem tudom, hogy a pécsváradi jelenlegi kapacitás mennyi, belefér-e vagy nem, de azt meg tudom ígérni, hogy ha ez kevés, akkor ezt ki fogjuk bővíteni valamilyen formába, és nyilván egy település nem veszíthet azért erre egy pályázatot, mert meg se tudja írni. Ez a véleményem. Jó, erre reflektálni szeretnék. Tessék. A következő. Hát Martonfa problémáját nagyon jól ismerem, nem csak azért, mert megvádoltak bennünk. Nem csak azért, mert kérem Martonfán... Kérem a közönséget, hogy moderáljuk magunkat. Elnézést kérek. Martonfa polgármestere keresetet indított ellenünk minden fórumon, ami gyakorlatilag azt jelentette ez a minden fórum, hogy ami az önkormányzatokat vizsgálja, kezdve a megyei kormányhivataltól, hogy mi nem szedtünk be 50 millió forint adót, ami helyi adót, mert hogy az adót a körjegyzőség intézi, akivel gyakorlatilag arra vonatkozóan szerződése van,
ezt megvizsgálták, és azt mondták, hogy mi semmiben nem mulasztottunk. Így kialakult egy feszült viszony a két önkormányzat között, ilyen vonatkozásban, vagy vezetések között, mert a polgármester úr arra bizonyára nem emlékszik, vagy lehet, hogy most nem erősíti meg, de közben bejött hozzám, és a következőt mondta, miközben folyt ez az eljárás. Azt mondja, polgármester úr, egyezzünk meg, adjon 10 milliót, és akkor rendben van a dolog. Ebből az 50 millióból. Hát én úgy gondolom, a válaszom erre természetesen az volt, hogy nem is, hogy hogyan gondolja ezt, miből adnék, és hogyan, és hogy intéznénk ezt az egészet, mert ez így történt. Na most ezek után úgy gondolják, hogy jó viszonyba kellene lennem velük. Olyan viszonyban vagyunk, amilyen kell. Nem társult község, körjegyzőségben vannak velünk, és a másik, amit elmondtak, hogy 5 millió járna nekik. Hát ez nevetséges. A törvény úgy rendelkezett, hogy ez a körjegyzőségé. Az lehet, hogy nem kerül ennyi pénzbe, és mi önként adhatnánk, és más településeknek adtunk is. De ezek után ne haragudjon én Martonfának egy fillért se, mikor gyakorlatilag gyaláztak bennünket minden fórumon, sikkasztással vádoltak, és sorolhatnám még mi mindennel. Elmondták azok, akik ezt kivizsgálták, de itt van Martonfa polgármestere, majd elmondja. Bocsánat, egy pillanat, a mikrofont oda vinnénk, jó? Mert a nézők nem fogják hallani. Hát azt gondoltam, mert négy szem közt voltunk. Így van. De hát nekem ez 29 millió forintról van szó, ez Martonfa alapköltségvetésének a kétszerese. Szóval ez a pécsváradi viszonylatban 1 milliárd forintról beszélünk. Ez Martonfára visszavetítve. Ugye, mert az kettő évi költségvetésünkről. A pécsváradi közös hivatal, ugyebár a munkáltató jogokat a doktor úr gyakorolja a jegyző úr felett. Ez így van. Én bementem a doktor úrhoz, és megkértem, hogy mi ennek az oka, és legyen szíves utána járni a dolgoknak, mert igazából kettő évi költségvetés, és most is kihangsúlyozom, kettő évi. Ilyen az országban nincs sehol, hogy ennyi adtak be. És a legkönnyebben behajtható adó nem a gépjármű adó, ugyebár bíró úr, asztalára leraktam, hogy annyi lett volna a dolga a közösségnek, hogy a NAV-nak átadja a 30 túli adótartozásokat, és a NAV adók módjára behajtotta volna. Ugyebár ezt Pécsvárad nem tette meg, ő egyszerűbbnek találta, hogy a sági behajtó céget megbízza pénzért, hogy az is pénzbe kerüljön a Pécsváradnak. És ez a gyakorlat, én úgy tudom most is, a mai napig Pécsváradon. Egyébként a doktor urat, mivel ezzel megvádolt, hogy lezárultak a vizsgálatok, nagyon szépen kérem, akkor mutatok, mert én ilyen papírt nem láttam a mai napig. Fáradjon be hétfőn, és akkor megmondom. Jó, köszönöm szépen. Arra azt viszont kaptam telefont, hogy állítsam le magamat, mert porul járok. Azt köszönöm. Jó. Azt nem értettem. Ezt kihívta föl én. Hát figyelj ide, itt most jelen pillanatban én vagyok a jelölt, és akkor ez engem nem érdekel, hogy ki hívta föl, de nem is ez a lényeg. Én úgy gondolom, polgármester úr, hogy azért csúsztat, mert ön amikor ez a... Jó, de engem ez nem érdekel. Jó, akkor 29 millió, legyen. Jó, az rendben van, polgármester úr, csak ön elmulasztotta azt, hogy utána nézett volna, hogy ez hogyan keletkezett. Az elődje jó voltából, aki egy bűnszövetkezetet fogadott oda, aki a helyi adó elengedése miatt kamionos céget engedett oda letelepedni, mondvá, hogy a súlyadó így megmarad neki. Csak egyet felejtett el, mert ez az adóhiány úgy keletkezett, hogy nem ellenőrizte, mert a barátaiból állt ez a cég, és felszámolták. Ennyi. Nem a polgármester kötelessége. Jó, én úgy gondolom, hogy ez... Polgármester úr, szeretném elmondani, hogy ez Pécsvárad polgármester jelöltjeinek a fóruma. Szívesen válaszolok önnek. Mi is hozzájárulunk, és ez Pécsváradnak a közös hivatal működésére is fényt vet, hogy hogy működik a hivatal. Szóval jó, ez de, bocsánat, mielőtt ön a hivatalt vádolja, fáradjon be hétfőn, és az összes ön ellen, ön által indított feljelentés elolvashatja a választ. És akkor ez minősíti önt is, nem a hivatalt. Hát világos, mert bennünket jelentett föl. Magát miért kellett volna? Ha valaki följelent valakit, akkor akit vizsgáltak, az kapja meg. Én nem magát
Igen, de a közös hivatal megkapta. Az, hogy ön miért nem kapta meg, azt kérdezze meg azoktól, akinél följelentette. Köszönjük szépen. Laci kért szót, Benkő László. Úgy érzem, hogy ott a jelenlevők és a tévénézők többsége az nem tudja, hogy mi a probléma, amiről szó van. Szeretném, hogy a polgármester úr elől bővebben tájékoztat, hogy hogyan keletkezett ez az adóhiány. Hát elmondtam, most mondtam el. Bocsánat, akkor én elmondanám, mert úgy érzem, hogy nem érti mindenki. Tehát Martonfára bejelentkezett egy cég, akinek kamionjai voltak. Kérem? Tehát olyan cég jelentkezett be, kamionos, valami fuvarozott cég, akinek jelentős mennyiségű súlyadót kell fizetni az adott településen. Ő megkapta az iparűzési adó elengedését, ezáltal odavitte a cégét. De nem fizette be a súlyadót. A súlyadót be kell hajtani adók formájára, erre a Pécsfaladi Önkormányzat tudomásom szerint, illetve a jelzői hivatal megtette minden lépést, minden lehetséges fórumon. Tehát így ez van. A pénz, ez Pécsfaradhoz nem érkezett be ez a 29 millió forint. Tehát a Martonfa polgármestere azt a pénzt keresi rajtunk, ami hozzánk sem érkezett be. Tehát eltűnt ez a cég, felszámoltak egy céget, és nem lehet behajtani a 29 millió forintot. Gyakorlatilag erről van most szó. És ezt csak azért mondtam el, hogy mindenki egészen tisztában legyen a dologgal. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Én is azt javasolnám, hogy maradjunk itt a jelölteknél. János, kívánsz az elhangzottakra valamilyen módon reflektálni? Hát, úgy gondolom, ez túlnyúlik. Igen. Tehát én ebben nem foglalkoznék most. Jó, köszönöm. Akkor feltennék egy feltett kérdést, bedobva volt. Dr. Bíró Ferenchez szól. Szándékában áll a Dózsa György utcába és Pécsváradra még kisebbségieket betelepíteni. Ezt már meg kell mosolyogjam ezt a kérdést, ez most nem akarom mondani, hogy az is van gyanúm, hogy honnan származik, de teljesen mindegy. A kérdés az, hogy valóban én foglalkozok-e személy szerint, vagy az önkormányzat, hogy ki hol vesz házat. Én abban segítettem, hogy egy cigány család pályázott, mert volt egy kis lehetőség. Nyert 2 millió forintot. Nyert 2 millió forintot, amit lakás célra kellett fordítani. És ott árultak egy házat. Ennyi. 2 millió forintért ott árultak egy házat. Közöm nem volt hozzá, és én nem telepítettem be őket. Ja, ha betelepítésre gondolnak, akkor a bizonyára a hosszú hetényi telep felszámolásával ide került két cigány családról van szó. Mert ezt megkérdezheti. Csak a baj ott is ott van, hogy magánszemélyektől vásárolt házat a hosszú etényi önkormányzat. Én lerasszistáztam a polgármesterüket, mert ott is kaptak volna házat. Higgyék el, a Csörnyei polgármester urat lerasszistáztam, mert gyakorlatilag rasszistáztam, csak száraz a szám, de gyakorlatilag, mert az történt, hogy ő szabadulni akart ezektől, és Komlón és mindenhol vásárolt házat. Disznó módon, mert hosszú hetény is tele volt eladóházakkal, ugyanúgy, mint Pécsvárad is. Ennyi történt, de nem én hoztam ide őket, és közöm nem volt hozzá. Köszönjük. Ugyanettől a kérdezőtől van még egy kérdés, és miután személyesen érint a dolog, én nem szeretném ezt a kérdést megkerülni. Tudom egyébként, hogy ki kérdezte, és biztos, hogy a személyemnek szól, de elmondom. Mindkettőjüket kérdezi egyébként, mennyibe kerül a városi tévé, és kiírt az illető egy éni működését, tehát ideírta, hogy az egyest. Nos, ha megengedik a jelöltek, akkor én erre nagyon-nagyon gyorsan szeretnék én válaszolni. Elmondom, a városi tévé működése nyilvános adat, az önkormányzat költségvetésében szerepel. Egy évben 3,6 millió forint, ebbe viszont nem kizárólag az én, illetve a mi pénzünk van, mert fizetjük az ORTT-nek a szükséges díjakat, tehát a Nemzeti Médiahatóságnak, és fizetjük a Kábeltelevíziós Társaságnak a csatorna használati díjat ebből az összegből. Ezen kívül nem egyéni a városi tévé, mint látható jelen pillanatban is hatan dolgozunk ezzel, és jelen pillanatban közel 10 millió forintnyi technika áll itt rendelkezésre, ami szintén a vállalkozás tulajdona, tehát egy fillér önkormányzati pénz ebbe pluszban nincs meg. Tehát a városi tévé azért működik egyéni vállalkozásban, mert mindent én tettem bele. 6 éve egyébként ezen az összegen működik a városi tévé, és pont én tovább nem kívánom ezzel foglalkozni. Van azonban a városi tévére vonatkozó még egy kérdés az illetőnek, hogy hogyan képzelik el a jelöltek a városi tévé jövőjét. Esetleg kívánnak erre valamit reagálni? Én még kiegészíteném azzal, hogy a városi televíziónak lévő költsége, amit egybe sommásra árm, az két részből áll. Az egyik a híradó műsorok rendszeres hetenként, és a másik pedig készítése.
illetve hát az ismétlések, és a másik az pedig gyakorlatilag az önkormányzati közvetítésekből adódik, ez a kisebb összeg. Valamikor, amikor ez elindult a városi televízió, ez még Zsáli polgármester úr kötötte ezt a szerződést a híradókra vonatkozóan, tehát az, ami hetente van és ismétlik, míg az önkormányzati ülésekre vonatkozóan én éppen azért tettem ezt, és azzal egészítettük ki, és megnéztük ennek a technikai szükségleteit, hogy 4 kamera kell, és utána érdeklődtem más ilyen cégeknél is, hogy ez mennyibe kerül. Pontosan azért tettem, hogy önök értesüljenek, és ne legyen az, mert ez egy jogos igény, hogy lássák az emberek, hogy mi történik az önkormányzatnál. Úgy gondolom, hogy ez nem volt fölösleges pénz. Önök láthatják, véleményt tudnak formálni, akit egyáltalán érdekel. De sokan nézik, higgyék el, mert visszajelzéseket állandóan és folyamatosan kapunk. Nekem nem tisztem megvédeni így a városi televíziót, lehet más televíziót is csinálni. Bolyba például működik egy televíziós társaság, ilyen 70-80 milliós költségvetéssel, saját stábjuk van, saját stúdiójuk, ahol gyakorlatilag különböző műsorokat csinálnak. A Boly TV mindenki ismeri, az egy hasonló léptékű város, de ott a vállalkozó tartja ezt fönt, és természetesen az önkormányzat ugyanúgy fizet, de ott nincsenek helyi tévé közvetítések. János, ki lesz? Mindenképp. Köszönöm. Tehát igazándiból ami az én tervem az az, hogy egy kicsit változatosabbá kéne tenni ezt az egészet. Tehát ez a nagyítós ember, ami a hirdetésekben 12 év óta néz rám, tehát ez már úgy kiábrándító, tehát mindenféleképpen grafikailag egy pici változatosságot vigyünk bele, illetve az, hogy a különböző közvetítéseknek az ismétlési számát, azt egy kicsit növeljük. Nem tudom, hogy ez a költséget mennyire növelné meg, hogy esetleg hétvégente más időpontokban, tehát ugye aki dolgozik általában nagyon, tehát ebben az időpontban nem tudja. Én ezt a saját példából mondom, hogy én az utolsó képviselőtestületét nem tudtam megnézni. A Feritől kérdeztem is, hogy interneten vagy valahol. Tehát akkor vagy azt oldjuk meg, hogy feltesszük nyilvánossá, vagy ismételjük meg többször. Mondjuk a kettő talán együtt lenne jó, mert ugye nagyon sok olyan ember van, akinek nincs internet hozzáférése még sajnos. Tehát úgy mind a kettőre kellene gondolni. Ez az én véleményem. Szépen. Csak egyetlen egy mondat. A nagyítós embert elfogadom, ki fogom cserélni. Az internetre valóban történtek már előrelépések, és meg fogjuk oldani. Azt tudom mondani, az ismétlésekkel kapcsolatban nem elsősorban pénzkérdés, még egy estén rá fog erre menni, de szívesen, ennyit a közévára bármikor megteszek. Ha pedig valaki meg szeretett volna nézni bármilyen adást eddig, akárhányszor oda jöttek hozzám, még mindig minden alkalommal kapott róla vagy egy eredeti felvételt, vagy egy másolatot. Még egy dolgot szeretnék elmondani, 22 éves a Pécsvári Városi TV, és cáfoljon meg bárki, az nem így van. Az elmúlt 22 év alatt soha senkitől egyetlen egy fillért nem kértem, és nem fogadtam el azért, hogy a Városi TV anyagaiból másolatot kért. Bármiből. Ezt szeretném leszögezni. Mennék tovább, ha még van kérdés, akkor fogalmazzák meg. Polgármester úrnak jött egy pár kérdés dr. Bíró Ferencnek, de úgy gondolom, hogy ezekre egy mondattal tud válaszolni, jó, látva a kérdéseket. János, természetesen bármelyikre neked is fennáll a reagálás lehetősége. Nyilván szóbeszélekről van szó, de ezt nem szeretném minősíteni. Állítólag épül egy apartmanház. Kié volt, kié most a telek, hogy lett, miből lett megszerezve? Igen, épül az önkormányzati pályázati pénzből, 50 millió forint, amit pályázaton nyertünk, és a nyertes ajánlat szerint 56 millió forint körül lesz a végső kivitelezése, 10 lakásból áll. Ki lesz a tulajdonos? Tulajdonos a Pécs, jelen pillanatban a Család és Közösség Alapítvány, aki ezt nyerte, de olyan szerződés kötött az önkormányzattal, hogy az önkormányzat tulajdonképpen, aki emögött pénzügyileg ott áll, illetve a működtetést is ő végzi. Erre csak, mivel ezt a LIDER pályázatban nyertük, önkormányzat nem pályázhatott, azért választottuk ezt a variációt. Jó, János?
Eddig volt hírmondó, most miért nincs, most hirtelen miért lett kampánycélt szolgál-e, közpénzből vagy saját erőből? Igen, kampánycélt szolgált, ez az egyetlen szám, és örömmel jelenthetem, hogy eztán lesz hírmondó. A város képviselőtestete úgy döntött, hogy a pannonhalmi példát fogjuk követni, negyed évente jelenik meg a hírmondó, mert ez kicsit mindig utána megy az eseményeknek, és gyakorlatilag úgy gondolom, hogy a friss híreket az pedig a honlapunkon fogják meglátni, vagy a YouTube-on, mindahogy ez most is történik. Facebook. A dolog lényege az a számunkra az, hogy szükség van viszont arra, hogy egy ilyen áttekintő, három hónapos, viszonylag szebb kiadású hírmondó készüljön. A gyakorlatilag fölvettük László Miklóst, akinek ez lesz a feladata. Jó, tehát hogy az újság szerkesztését végzi a Bognár Gyöngyvérrel együtt, aki ezt gyakorlatilag, mivel egyedül volt a művelődési házban, ezt nem volt képes már végezni a sok feladata mellett. Most László Miklós lesz, aki ebben segít, és kiadják majd ezt az újságot három havonta. János, ezzel kapcsolatban? Én úgy gondolom, hogy ez egy havonta lesz, ha rajta múlik, tehát én szerintem egy kicsit ezt sűrűbbre kellene venni, mert az előzőleg említett fórumokhoz nem nagyon jutnak hozzá, legalábbis az idősebb korosztály semmiféleképpen. Ez az én véleményem, tehát lehet a kettő együtt, de az írott forma az még mindig szerintem egy uralkodó ebbe a városba. Hát László úrhoz nem tudok hozzáfűzni, úgy tudom, akkor is képviselőnek indul. Képviselőjelölt. Közfoglalkoztatott, tehát nem mi foglalkoztatjuk. Következő kérdés ugyancsak egy hasonló bírodoktorhoz. Pengeház új burkolata magán vagy közpénzből lett megépítve, és a magánpénzből akkor mit kerestek ott a közmunkások még vasárnap is? Ez az, amiről beszéltem önöknek, hogyha van kezdeményezés, akár vállalkozások részéről, akár magánszemélyek, vagy egy társasház részéről, akkor azt a város támogatja. Önök látták, hogy az a feljáró, az közterületen van a nagyobbik része, és a kisebbik része van az, amelyik a társasház területén. Következőt kérték, ott valóban teljesen összetört a régi betonburkolat, már alig tudtak fölhajtani télen, valószínű, hogy a sózás is hozzájárul, de egy a lényeg. Segítséget kértek, és mi megegyeztünk velük. Azt mondtuk, hogy azt a részt, azt mi átvállaljuk, az anyagköltségét, vagy pedig a munkát. A kettő közül is olyan megegyezés született, hogy mi fölszedjük a gépünkkel, mert nekik nem volt gépük a betont, azt elszállítottuk, hogy jó vállalkozói szemlélettel a mostani apartmanház építkezéséhez, ahol bekerült az alapjába, és nem kellett a sittér fizetni. Ők pedig jól jártak, mert a gépünk az ingyen dolgozott, és a közmunkások rakták föl. Ennyi a története ennek a bejárónak. Ennyivel járultunk hozzá, hogy a közterületen rendeződött egy bejáró. Köszönjük szépen. Más magánszemélynek is megtettük ugyanezt, anyaggal támogattuk. János, kívánsz ezt valamit hozzáfűzni? Maga ez a feljáróhoz nem viszont, ami ehhez kapcsolódik, és én úgy gondolom, erről is egy mondatot érdemes mondani. Tehát Pécsváradon, hogyha valamit létrehozunk, bármilyen közintézményt, irodát vagy bármit, oda kellene figyelni arra, hogy arányosan parkolóhelyet is alakítsunk ki. Én nagyon sokszor látom, hogy itt komoly járművek fordultak meg azon a bejárón, tehát az hogy összetört, annak ez volt az egyik oka. Tehát fontos lenne az, tehát például a másik példa, az óvoda. Az óvodánál egyetlen egy parkolóhely van szilárd útburkolattal kialakítva, az is ugye rokkantaknak van. Tehát ha valaki oda megy 4-5 óra között, hogy történik ott a gyerekek kihozatala, bevitele, mozgatása, katasztrófa. Tehát a vár árok szélén, vagy az árokrendszer szélén állnak az autók, nyilván egyik fele ezen, a másik fele azon. Na most, aki azon van, annak azért az elég komoly feladat, hogy oda mondjuk két gyerekkel átballagni, és ugye figyelni arra, hogy be tudjon ültetni két gyereket ajtónyitogatása együtt, hogy addig a várutcán ne jöjjön le senki. Tehát én úgy gondolom, hogy ott mindenféleképpen az árokrendszer lefedésének, egy szakaszának a lefedésével igenis ki kellene alakítani legalább 8-10 parkolóhelyet. Tudom, hogy a várkert bejárójánál van ilyen parkolási lehetőség, de higgyék el, én ott voltam télen, onnan tologattuk ki a szülőket, mert
ott meg lehet állni, de kijönni már nem lehet. Esőbe szintén. Tehát ezt fontosnak tartanám, még egyszer nem a feljáróhoz kapcsolódik, de talán ez is egy jellemző dolog, hogy ott, ahol kellene, nincs megfelelő parkoló. És ha jól tudom, talán még törvényileg is ez valahol szabályozva van, hogy egy új intézménynek megfelelő mennyiségű parkolóhelyet kell kialakítani. Igen, köszönöm ezt az észrevételt, de nyitott kapukat döngetsz, mert nem oly régen, igaz, mondjuk egy hete az óvodában voltam, ahol először említették ezt a problémát. Észre lehetett volna ezt venni, akár az engedélyezés kapcsán, hogy itt nincs ilyen lehetőség, de mivel nem tiltja semmi a megállást, és tökéletesen igazad van, hogy ez lehet veszélyes is, én is úgy gondolom, hogy le lehetne fedni azt a zárkot, de ezt be kell gyakorlatilag az önkormány, ez nem kis pénz, a másik pedig, hogy lehet, hogy az utcakép miatt nem fognak hozzájárulni. A Vár utca az ilyen szempontból majd, hogy nem műemléknek számít, hogyha látják, vagy látták. Az az árok, hogyha végignézzünk rajta, az eddig homogén volt, és én nagyon jól tudom a funkciót, hogy ez nagyon fontos, hogy biztonsággal kiszállnak a gyerekek, ezért nagy valószínűséggel csak egy kis részt lehet majd lefedni, ami nem elegendő, viszont az útpatkát ki lehet biztonságosan alakítani, hogy ki lehessen szállni egyik oldalon, és ott lehet korlátozni a forgalmat, tehát lassítást és egyéb más dolgot. Tehát ezt fölvállaltam, hogy amennyiben és természetesen, ha lesz rá lehetőségem, akkor ezt megcsináljuk a következő ciklus elején rögtön. Egy pillanat, tehát ez az útpatka dolog, ez tényleg jó, kivétel télen. Tehát télen nincs útpatka, mert ugye oda tolják a havat. Tehát a másik az, hogyha egy szülő jön és a gyerekét ki akarja venni, az az autó nem állott meg. Tehát ezen a felületen nem lehet megállni. Több vadász kolléga talán emlékszik rá, hogy bizonyos vadász kollégákat megpördültek, tehát csak megállni próbáltak, nem lehet. Tehát én elképzelhetetlennek tartom azt, hogy vagy a Mártuszéknál lent, vagy esetleg fönn a templomnál szálljanak ki, és onnan gyalogoljanak le. Jó. Tehát azon a meredeken biztos, hogy nem lehet megállni. Tehát valami vízszintes felületet ki kell ott alakítani. Jó, hát a vízszintest nehéz kialakítani, ahol 15 fokos lejtés van, tehát azt szeretném mondani, lehet ott építményt építeni, de hát az a világ csúfja lenne, tehát hogyha a Vár utcában egy ilyen építményt építenének. A nagyon nagy baj az ott van, hogy ott van például az Iskola utca, vagy nem Iskola utca, bocsánat, Radnóti utca, ahol az iskola van. Az egy teljesen vízszintes szerep, ki lehet szállni, és körülbelül 50 métert vagy 100 métert kell gyalogolni. A Pécsváradon az a helyzet, hogy azt mondják, hogy nincs elég parkolóhely. Ez se teljesen így van. Itt van ez a parkolóhely, ahol gyakorlatilag 30-40 autó elférne itt a sportcsarnok mellett. Senki nem használja, a kutya se. Miért? Mert kell 100 métert menni, vagy 50 métert. És azt is felvetették többen, hogy a Kossuth-Lajos utcában miért nem létesítünk több parkolóhelyet. Teljesen egyszerű oka van, a KPM nem engedte a lefedést. Azért, mert nincs elegendő kihajtási lehetőség, és ugyanez van a Vár utcában is, hogy nem valósítható meg olyan parkoló, mert előírás az, hogyha tolat egy gépkocsi, ne zavarja meg a sávban lévő forgalmat. Tehát ezért nem engedik például a lefedését a Kossuth-Lajos utcában, amit szintén kértünk már 3 évvel ezelőtt. Tehát erre vonatkozóan konkrétan volt még pályázatunk is, meghiúsult azon, hogy a KPM forgalomtechnikai okok miatt nem járult hozzá. Ugyanez lenne a helyzet, hogy legalább olyan veszélynek tenné ki magát, ha valaki onnan kitolat. Tehát csak azt tudom mondani, hogy a jelen pillanatban biztonságossá kell tenni mindkét oldalon a patkát. Ezt úgy lehet, hogy peremet kell készíteni a patkán, tehát az, hogy a zárokban ne csúszson be, és biztosítani ugyanakkor a víz elfolyását is. Ez egy lehetség, de én nem akarok okosabb lenni egy olyan embernél, aki ezzel foglalkozik. Meg fogunk kérdezni erre vonatkozóan olyanokat, akik ezzel foglalkoznak, hogy hogyan lehet ilyen területen kialakítani biztonságos autó meg. De hogy emlékeztessem önöket, ez a probléma nem most keletkezett. Régen is volt a Vár utcában óvoda, és nem lebecsülöm ezt, mert teljesen igazatok van, csak meg kell keresnünk a megoldást. Köszönjük szépen. Látom, most már önök is fáradnak. Hátoros Pájgli úr jelentkezett kérdésre. Köszönöm. Most se szól. Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik
mit lehet tenni az elhullott állatokkal? Hova lehet elrakni? Jó. Mert az, ami ott kint volt konténer, nincsen. A másik pedig a kitört ablaküvegek, meg egyéb olyan üveg, ami nem palack. Hova lehet elrakni? Jó. Köszönöm a kérdést. Az állati hullák elhelyezésével kapcsolatban ismételten egy új rendelet van. Megszűnt ez az állati hullatárolás és elszállítás Szilágypusztáról. Ennek volt ott egy külön elkülönített része, és ezzel két cég foglalkozik Baranya megyébe, ugyanúgy kell hívni, mint a humán halott szállítást, és elviszik, testsúly arányba kell fizetni például egy kutyáért vagy egy lóért, de szeretném elmondani azt is, hogy voltak olyan polgárai Pécsváradnak, akik egy, mit tudom én, nem tudom pontosan hány mázsás egy ló, de az egész biztos, hogy ez egy ilyen 8 mázsás ló volt, amit elpusztult, és kivitték oda, és oda ledobták. A városnak kellett elszállítani, és onnan tudom, hogy ez mennyibe kerül, 80 ezer forint volt ennek az elszállítása, és az ártalmatlanítása, amit bolyba végez egy cég. Egyébként a városgazdálkodásnál bárki megkaphatja a telefonszámot, hirdettük is, amikor ez így életbe lépett, tehát a textbe ment, meg tudják nézni, vagy kérdezni, akinek ilyen problémája van. Akinek viszont kutyája, vagy kisebb állata, ott is kifizettetik ezt a 30 kilométeres díjat, meg kiszállást, meg minden, az tegye azt, amit ősidők óta tesznek, hogy a kertjében, vagy valahol elföldeli, jó? Tehát higgyék el, hogy ez a legnormálisabb megoldás. Más dolog egy két mázsás disznó, az sajnos azt jelenti, hogy az a gazdának termelt körülbelül ilyen 50 ezer forint veszteséget, mert körülbelül ennyibe kerül az ártalmatlan és az elszállítása. Az üvegcserépek kapcsolatban azt tudom mondani, hogy működik ez a hulladék telep, ahova úgy tudom, hogy üvegcserepet be lehet szállítani, meg sok minden mást, veszélyes hulladékot, műanyagot, van, amit térítés nélkül vesznek át, tehát gyakorlatilag nem kell térítést fizetni érte, van, amiért fizetni kell, például a sittér. A nagyon nagy baj, azt tudják mi? Az, hogy ez egy hetente egy nap működik, és akkor is csak pár órát. Megkérdeztem, mert a Biokomnál ez is probléma volt, ő működteti, hogy miért van ez, mert ezre pályázati kötelezettsége van, viszont nincs pénze a működtetése, nincs pénze egy bérre, aki egy munkás, aki állandóan ott ülne és átvenni ezeket, ezért keddi napokon van, hogyha jól emlékszem, mert múltkor megnéztem kiírva, és akkor pár órát, azt hiszem 4 vagy 6 óra hosszat nyitva van, és akkor le lehet adni ezeket a dolgokat, de aki ügyes egyébként, és nagyobb mennyiségű ilyen műanyag szemete, vagy egyéb más van, az vigye be nyugodtan Pécsre, és akkor ott Pécsen nem kérnek személyigazolványt, hogy hol lakik, ott megvannak a Biokomnak a telepei, és akkor ott le lehet adni. Mi is szoktunk ezzel élni időnként, hogy bevisszük egy ilyen furgonon, és akkor ott ki lehet rakni. Ingyen. Köszönjük szépen. János, kívánsz-e ezt reagálni? Nem? Aliz jelentkezett szólásra. Mindkét polgármester jelölt úrtól kérdezek. Szól? Nem halljuk. Nem halljuk. Add be. Ha-hó. Most hallatszik? Igen. Mindkét jelölt úrtól szeretnék kérdezni. Bíró Ferenctől azt kérdezem, hogy miért lépett be a polgárőrségbe, és Zádori Jánostól pedig azt, hogy miért nem lépett be a polgárőrségbe. Nagyon jó a kérdés. Az, hogy miért léptem be a polgárőrségbe, annak egyetlen egy oka van, és itt vannak még adminisztratív mulasztásaim is, de ezt én már közöltem velük, és nem csak én, hanem más képviselőtestületi tag is, pontosan azért, hogy a polgárőrség megújuljon. Voltak, akik voltak polgárőrök, de kiléptek, mi még nem léptünk be, hát most rajtunk a sor. Én úgy gondolom, hogy a polgárőrség fontos kiegészítője lehet a közbiztonságnak, és Pécsváradon ez kívánnivalót hagy maga után. Holott van gépkocsijuk, és viszonylag azt is tudom, hogy mi a fő oka annak, hogy a polgárőrség nem úgy működik, mint más településeken, például akár Mecsek-Nádasdon, vagy még sorolhatnék mást is.
A polgárőrséget szeretnénk újra szervezni, amennyiben, mivel ez egy egyesület, az önkormányzat itt nem léphet föl, hogy én polgárőröket fogom szervezni, hanem ők maguk határozzák meg, és nyilván az alapszabályuk, hogy kiket lehet fölvenni. Hogy én miért léptem be, ennek egyetlen egy oka van. A városi kamera rendszernek a szervere ott van elhelyezve, és abba nem tekinthet bele csak az, aki polgárőr, vagy rendőr, vagy pedig közterületfelügyelő. Ez a három. Ez volt az tök egyszerű oka, de ha szeretne engem járőrözni, akkor hamaran fog látni, mert én úgy egyébként, mikor ügyelek, akkor ezt rendre megteszem, holott nem viselek polgárőr mellényt, mert amikor éjszaka hívnak, akkor mindig szoktam egy kört tenni, mert abba bízom, hogy egyszer találok majd valakit, akit tetten érhet. Köszönjük szépen. János, hozzád is szól a kérdés, hogy te miért nem valóban nem léptem polgárőr. Be. Valóban nem léptem milyen be. Milyen szép lenne együtt járőrözni. Lenne esélye a járőrnek így már. Tehát az a lényeg, hogy én nem akarok beletekinteni ebbe a kamerába először is, tehát ezért nem szeretnék belépni a polgárőrségbe. A másik meg, aki tudja, a polgárőrség többször megkeresett, tehát hogyha kell, én inkább támogatom. Talán alkalmatlannak tartom magam erre a feladatra. Vannak korlátaim. A legfontosabb egyébként az idő, megmondom őszintén. Azt hittem, hogy testi, mert azt is nem lepődtem volna. Köszönjük szépen. A Novot néván jelentkezett szólásra. Ugye volt szó itt a hulladék kezelésről és ilyesmiről. Sőt, a polgári járőrszolgálatról is. Hát kérem szépen, ma reggel, amikor vallattam fölfelé a templom felé, ott a Kossuth téren, ott a parkban, hogy úgy mondjam, egy jó pótkocsira való sit volt leszorva a fűre. Na most hát ezt főleg azért hoztam ezt itt most elő, mert hogy ilyen sokan vannak, és hát, ha köztük van, a tettes is. Köszönöm. Hát, kérem, tartsa föl a kezét, az, aki sítet rakott le. Ott. Én egyet tudok megoldást erre, mert erre van megoldás. A következő. Ott dolgozik egy vállalkozó, aki a temetőkápolnát restaurálja, és az rendszeresen szállítatja el a sítet. Én úgy gondolom, hogy dobja rá azt a pár lapáttal, és legyen a szégyene annak, aki ezt tette. Ha önök viszont látnak ilyet, akkor én arra kérem, hogy szóljanak nyugodtan. Higgyék el, hogy nincs ennél disznó dolog, amikor másnak a szemetét kell eltakarítani. Én úgy gondolom, hogy az nem igazi közösségi ember, aki ilyet tesz. De minden szemétkupac mellé nem tudunk sajnos egy közterületfelügyelőt állítani. Köszönjük szépen. Polgármester azt mondta, hogy tegye fel a kezét az, aki lerakta a siktet, bocsánat, akkor gondolom, most már nem is mernek kérdezni ezek után. Most csak tegyék fel nyugodtan a kezüket, ha valaki még szeretne kérdezni, tehát a sit kérdést már lezártuk. Sitre kerül a sit, most megígérte itt a Benkő Laci, úgyhogy hát úgy látom, hogy elfogytak a kérdések. Nem, igen, ott hátul van még egy kérdező. Az én kérdésem nagyon rövid lesz. Én azt szeretném kérdezni, hogy kinek a dolga a dűlőutaknak a rendben tartása. Ugyanis az elmúlt esős időszakban olyan lehetetlenné vált ott a hegyi dűlőutaknak az állapota, hogy ez borzasztó. És szóba került itt a szemétlerakás is. Illegálisan elhelyeznek a dűlőutakon is szemetet, úgyhogy jó lenne ezt is figyelemmel kísérni a polgárőrségnek, nem vagy a nem tudom, akinek ez a dolga. És akinek pedig az a feladata, hogy rendbe tartsa, az pedig lépjen. Köszönjük szépen. Csak egyet lehet érteni. Bocsát, János? Ezzel csak egyet lehet érteni. Igen. El kell, hogy mondjam, hogy ez a mi feladatunk a dűlőutak karbantartása.
az más dolog, hogy hogyan jut erre energiánk, mert azt kell tudniuk, hogy 20 kilométer fölött van a dűlőutaknak a hossza Pécsváradon, és a Pécsvárad területéhez tartozóan. Na most ez, hogyha rendszeresen például akár gépi tolással, vagy van egy-két olyan dűlőút, vagy tudnék mondani rövid szakaszt, amit megcsináltunk, vagy rendszeresen megcsinálunk, zuzalékot hordunk oda általában véve, hogyha ez nincs kellő módon tömörítve, de ha még van a víz folyás miatt, ez törvényszerű, hogy újra és újra elromlik az állapotuk. Folyamatosan karbantartani, ez egy hatalmas összeg, de ahol kritikus a helyzet, ott azt mindig meg tudjuk oldani. A kritikus helyzet alatt értem például most az öreg bekedülő felé vezető utat, ahol jelezte egy-két tulajdonos, ott megígértük, hogy először a vízfolyást kell az útról elvezetni, erre reális megoldás is kínálkozik, tehát be lehet vezetni máshova a vizet, és akkor rendbe lehet tenni az utat, addig sajnos meddő kísérletezés. Nehéz kérdés, de a mi feladatunk valóban, de olyan feladatunk, amihez kicsik vagyunk, mert túl nagy, vagy túl hosszú az utak hossza. Ha az utakról beszélünk, akkor mindig számít az, persze, akinek ott van fönt az öreg bekébe a szőlője, annak ez fontos. Viszont az a kérdésem, hogy mi a fontosabb, ahol lakik 100 ember egy utcába, vagy 150 ember, és lassan olyan állapotba kerül az út, mint például akár a Baráthegyi út bizonyos szakasza, ahol csak a teljes aszfaltozással lehetne megjavítani, és legalább olyan rossz állapotban van, mint egy-két dűlőút, vagy ahol akkora kátyuk vannak, hogy eltörik a tengelye, mert mi inkább ezekre próbálunk koncentrálni. De ez nem jelenti azt, hogy adott esetben a Szolnak nem csináljuk meg. Köszönjük szépen, János. Hát úgy tűnik, hogy elfogytak a kérdések. Örömmel jelentem, hogy történelmi fórumot jelenthetek be most, mert 20 éve vagyok részese különböző polgármesteri fórumoknak. 20 év alatt még nem volt Pécsváradon olyan polgármesteri fórum, ahol a kutya kérdés nevetődött volna fel. Ezt ma megúsztuk. Itt a kóbor kutyákra gondolok. Most ne tessék föltenni senkinek a kezét, hogy ha kutyákról beszélünk, mert akkor még legalább fél órát itt fogunk kücsörögni és átsorogni. Tehát kérdezem még egyszer és utoljára, hogy van-e még esetleg valakibe kérdés, nem szeretném senkibe belefolytani. Úgy tűnik, hogy nincs, akkor még egy picit türelmet kérek a nézőkhöz, szeretnék szólni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét, hogy ma este velünk tartottak. Ez volt a Pécsvári Városi TV élőadása a Művelődési Házból. Szeretném megköszönni a kollégáimnak, akik ma részt vettek ebbe a közvetítésbe, és hadd nevesítsem őket Brand Zoltánnak, Frisz Péternek, Andrics Márknak, Molnár Sárának és Knyúr Petrának itt a kamerák mögött. Köszönöm szépen, valaki tapsolni szeretett volna. Ezt a tapsot az ő nevükbe elfogadjuk. Bocsánat, akkor... Jelöltek elköszönhetnek. Ja, hogy ne? Igen. Elnézést, én most nagyon varjatlan voltam, akkor utána én még mondanék valamit, tehát a két jelölti az árszó lehetősége, és tényleg elnézést kérek tőlük. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek, tényleg nagy öröm, hogy ennyien érdeklődtek a fórum iránt. Mindenki aludjon rá egyet, gondolja végig, hogy itt mik hangzottak el, kinek milyen programja van, és ez szerint majd 12-én mindenki szavazzon úgy, ahogy úgy gondolja, hogy jó. Nekem ezzel kapcsolatban egy kérésem lenne. A képviselőtestületnél, ha arra szavaznak, arra szavaztok, egy általános hiba az, hogy ha 6 főre lehet szavazni, 6-ra is kell. Ezt én most az én oldalamról mondom, nyilván, hogy arra szavazzatok, arra szavazzanak, aki valóban megérdemli. Nem fontos, még egyszer mondom, 6 emberre szavazni. Ha pedig rám szavaznak nyilván, azt megköszönöm, és egy dolgot biztos ígérhetek, hogy a városnak egy nagyon jó orvost fogok visszaadni. Köszönöm szépen. Hát, hadd kezdjem az utóbbival. Nem kell visszaadni, mert én jelenleg is aktív orvosuk vagyok. Azt hiszem, reuma szakrendelésen meg ügyeletben találkozunk, tehát igazán el tudom látni ezt a kettős funkciót továbbra is. Tehát én abban bízom, hogy önöket ez nem zavarta meg, ahogy orvosként is szolgálhatom önöket. Ezt a munkaidőmön kívül teszem, hogyha úgy tetszik, mert mindig 4-től 6-ig rendelek, vagy pedig az ügyeleti idő az 4 órától reggelig tart.
de még győzöm, hogyha az egészségem engedi. Hát azt, amit ezt a kis szurkát, amit most mondtál, azt hadd oldjam meg én azzal, hogy bizonyára önöket is az zavarta meg, és azért mondtál most János, hogy 6 képviselő van, mert következetesen ő mindig 5-ről beszélt, és a programjában is ezt írta le. Tehát nincs ezzel semmi. Nem véletlenül egyébként. Ja, mert félreértette, hogy a sikercsapat, amit így neveztünk, tehát én azokat a képviselőket értettem alatta, és a siker alatt nem azt értettem, hanem azt, amit véghez vittek ez alatt a ciklus alatt. Higgyék el, hogy nagyon fontos a Pécsvárad további fejlődése érdekében, hogy ne szakadjon meg ez a trend. Én nem azért mondom ezt, mert nem tartom alkalmasnak Jánost arra, hogy ő polgármester legyen, de higgyék el, hogy a tapasztalat és a képbekerülés és a kapcsolatrendszer az nem azonos két esetben. Én erre bíztatom önöket, hogy ezt gondolják át. Ezt én nagyon fontosnak gondolom, és úgy gondolom, hogy tisztességgel folyt le a választási kampány, amennyiben itt végre. És nagyon köszönöm mindenkinek azt, hogy érdeklődött, és hogy ilyen érdeklődéssel kísérték. Várjuk bármiféle észrevételüket továbbiakban is. Én úgy gondolom, hogy a programunk megvalósítható, nem tűztünk ki olyan célokat, amiket nem lehet végrehajtani. Természetesen ehhez pályázatok kellenek, és támogatás az önök részéről is. A program az nyilvánvalóan alakulni fog, ciklusprogramként vonul be mindig az önkormányzatoknál, és talán a jövő héten, azt feltétlenül kísérjék figyelemmel a jövő heti adást hétfőn, pontosan az önkormányzat elszámol azzal, hogy mit tett az elmúlt 4 évben. A ciklusprogramunkat fogjuk ismertetni, azt, amit kitűztünk 4 évvel ezelőtt, és hogy azt hogyan hajtottuk végre. Kérem, nézzék meg azt is, hogy könnyebben fognak képet alkotni arról, illetve véleményt, hogy kik legyenek a következő önkormányzati képviselők, és esetleg polgármester is. Köszönöm a figyelmüket, hogy eljöttek ennyien. Most akkor, miután a jelöltek az imént belén folytották a szót, akkor még hadd fejezzem be a mondókámat. Tehát még egyszer megköszönöm a stábnak a munkáját. Szeretném megköszönni a Művelődési Háznak a közreműködését, és azt, hogy itt helyet adtak ennek a fórumnak. Szeretném továbbá megköszönni a Link virágüzletnek ezt a szép dekorációt, amit a rendelkezésünkre bocsátottak ahhoz, hogy hát ilyen körülmények között tudjuk ezt a mai adást lebonyolítani. Városi tévével legközelebb, ahogy polgármester úr is említette, október 6-án hétfőn 16 órakor élőadással jelentkezünk a polgármesteri hivatalból. Az ülés vendége lesz dr. Hargita János országgyűlési képviselő. Köszönöm szépen még egyszer az önök figyelmét és türelmüket. Mindenkinek jó éjszakát és jó pihenést kívánok az est hátralévő részére. Viszontlátásra! Köszönöm szépen!